Üdvözlet mindenkinek, 2023. május 29-e van, és ismét Szilvai Péterrel ültem le. Üdvözöllek Péter, Péter a Létkérdések podcastnak az egyik műsorvezetője, illetve most már megmutatom, Péternek van saját YouTube csatornája, úgyhogy ott is eléritek az Létkérdések podcast a YouTube-on, illetve ez Szilvai Péternek a saját YouTube csatornája, és ott is most már megtalálhatjátok, én javaslom, ha valakit érdekelnek ehhez hasonló beszélgetések, akkor látogasson el oda, és ott találsz számosat. Átadom neked a szót Péter, aztán lehet, hogy ami, amit most itt megbeszéltük röviden, majd felvázolom a, a kérdést, de el is kezdheted, ha, ha esetleg van valami gondolatod ezzel kapcsolatban. Te vagy. Jó van, sziasztok, igen, Szilvai Péter vagyok, a Létkérdése podcastnak az egyik házigazdája, vagy a házigazdája, ahogy nézzük. podcast.hu-n, fönt van az összes elérhetőség egyébként, ezt hallgatható Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Deezeren, podpethu n és podcast.hu-n. Most igazából nem annyira beszéltünk meg témát, illetve amit pedzegettünk itt a felvétel előtt, azt Roland te hoztad be, úgyhogy szerintem nyugodtan vezest fel, aztán onnan meg majd megyünk. Rendben. Ez már felmerült bennem sokszor, illetve én hallgattam számos ezzel kapcsolatos beszélgetést, én elég sokat hallgatom ezeket a vitákat, akár legyen az ehhez hasonló, mondjuk ateista beállítottságú, illetve hívő, vagy muszlim ateista, teljesen mindegy muszlim keresztény. Elég sok vitát hallgatok, és fölmerül a morál kérdés, erről beszélgetünk mi is, hogy vajon mi a, honnan is, szóval honnan jön a morál, amikor azt mondom valamiről, hogy jó vagy rossz, akkor mi alapján döntöm el, hogy az jó vagy rossz. Most ezen az hmm. egyik kérdés, és hogy van-e egyáltalán olyan, hogy valami abszolút rossz? És ha már ezzel kapcsolatban elkezdtük, akkor én láttam egy rövid videót, amit én bemutattam egy infobaba videóban, sajnos nem mikor, de ez Lawrence Krauss, akinek felteszik a kérdés, hogy a vérfertőzés az vajon abszolút rossz-e? És nyilván értető módon ő nem tud erre válaszolni, hisz hogy is tudna? és azt nem mondhatja, hogy van egy abszolút morális kód, viszont ha meg azt mondja, hogy mint ahogy azt mondta, hogy ez, ő nem lát ezzel semmi kifogásolni valót, azon kívül, hogy, hogy ugye vannak ennek egészségügyi problémái, illetve genetikai hátrányai. Szóval érdekelne az, hogy én, hogyha engem megkérdeznek akármiről, akkor én csak egyszerűen visszatérek az írásokhoz, és azt mondom, hogy ha nem tudom, nem tudok jobbat, akkor szerintem ez van, mert ez van leírva. És azzal vitatkozhatunk, hogy most ez helyesebb vagy nem, vagy ostoba, vagy primitív, de a lényeg az, hogy legalább én tudom azt mondani mindenre, hogy így vagy úgy, mert. Mert számomra van egy abszolút uh -huh. igazság, amihez én tartom magam. Most az érdekelne, hogy a te nézőpontodból például ez a kérdés, most nem akarok nagyon ilyen tervez, meg bizarr irányba elmenni, de van más is, ugye, amit megkérdeztem, hogy hogy lehet az, hogy a világban a gyerek nem vezethet autót, vagy nem ihat alkoholt, nem dohányozhat, nem, foly nem létesíthet párkapcsolatot, nem házasodhat. Úgy értem, hogy legális gyerek. Már hol. Kiskorú. Há, nyilván, de van egy kor korosztály mindenhol. De ettől függetlenül eldöntheti azt, hogy, hogy rossz testbe született, és akár bele is válkat egy teljes ilyen nemi átalakító úton ebbe a tranzícióba. Szóval akkor hogy lehet, szóval, hogy mondhatjuk azt, hogy az ember jó, és a társadalom jó irányba halad, mikor ilyen dolgok vannak, amikre nem tudnak választani az emberek, és ez az, ami történik körülöttünk. Úgyhogy mm -hmm. ez a kérdés. Mm -hmm. Szóval akkor két terület van, van a morál általában, meg vannak ezek a nemiséggel kapcsolatos morális kérdések, amik most oly nagy divatok, ugye? Így van, igen, igen. Uh -huh. Akkor menjünk sorban. Van ez a morál kérdés, ahol igazából, ha ezt így lefordítjuk, akkor az objektív morálnak a kérdését feszegeted, ugye mondtad, hogy van egy abszolút morális kód. Nekem ezzel és megpróbálok ezen nem túlságosan fennakadni, de nekem ezzel elméleti szinten is problémáim vannak. Amikor azt mondják emberek, hogy objektív morál, akkor általában semmi másról nem beszélnek, mint Isten subjektív moráljáról. Tehát azt mondják, hogy azért, mert Istennek ez meg ez a véleménye bizonyos kérdésekről, hogy mit érdemes csinálni és mit nem érdemes csinálni, emiatt az valamiképpen objektívnak tekinthető. Szerintem ez a szó, hogy objektív, ez egyszerűen nem alkalmazható egy olyan kategóriára, mint a morál. A morál az mit jelent? Szerintem embereknek a ilyen kollektív hozzáállása, attitűdje bizonyos cselekvésekhez, hogy bizonyos cselekvéseből jó lenne többet csinálni, vagy inkább ne csináljuk őket, mert nem szeretjük, hogyha ezek megtörténnek. Ez a morál. Tehát a morál az attitűdöknek az összessége, és mint ilyen nem tud objektív lenni, szükségszerűen szubjektív mint ahogy ezt is látjuk, hogy ugye korról korra, meg társadalomról társadalomra változik. Azt lehet csinálni, hogy feltérképezed a világot, feltérképezed az időkön és társadalmakon keresztül, hogy mi a, hogy emberek hogyan állnak dolgokhoz, hogy milyen az ő rendszerüknek a morrája, és akkor ebből neked lesz egy objektív képed, arról, hogy a világban milyen az emberek szubjektív hozzáállása. Mint ahogy lehet, lehet szubjektív dolgokat objektíven lekutatni, vannak például úgynevezett szubjektív jólétkutatások, kutatások, amik megkérdezik embereket, hogy te mondjuk most egy tízes skálán, hogy mennyire érzed jól magad, az emberek bemondanak egy számot, hogy nyolc, vagy valahol kettő, és akkor van egy objektív külső képünk az ő szubjektív belső állapotukról. De úgy alapvetően a, a morál az szerintem a definíció szerint szubjektív, és nem nagyon látom, hogy attól, hogy Isten kiválaszt bizonyos dolgokat, hogy ő hogyan áll hozzájuk, és még ezt akár, még a hatalma is meg lehet, hogy ezt kikényszerítse emberekből, de az attól még nem objektív és nem abszolút, hanem az az ő subjektív morálja. Nem tudom, erről van-e véleményed. Ez nem szeretnék túl sokáig fennakadni, mert kicsit elméleti, de Értem. Nagyon szeretik elbitorolni ezt az objektív, meg abszolút szavakat, miközben szerintem erről egyáltalán nincsen szó. Értem, abban igazad van, amit mondasz az objektívvel kapcsolatban. Bizonyos, bizonyos szempontból ugye azt akarod mondani, hogy ő mondja, tehát nem lehet objektív, hisz valaki állítja. ha csak nem azt gondoljuk, hogy az objektív az, hogy ez csak így van, hisz így lett. Jól értem, hogy az lenne az objektív, hogy az, ha azt mondanák, hogy ez csak így van függetlenül mindenki. Az objektív az tulajdonképpen a személyes véleményektől független. A személyes, igen, személyes véleményektől, attitűdöktől független. Tehát objektív mondjuk egy, persze, és ez egy skála egyébként, mert hogyha nagyon rosszul tudjuk megfigyelni a világot, akkor kicsit minden szubjektív lesz. És gyakorlatilag ott vannak a vitás kérdések, ahol rosszak a megfigyeléseink. De mondjuk, hogyha valamit elég jól megfigyelünk mindannyian, akkor arról azt mondjuk, hogy az objektívan ott van. Valami mondjuk az, hogy a, mit tudom én, a tök finome. Ez nem, lehet, ez nem is lehet objektív. Az embereknek vannak szubjektív véleményeik, amikről tehetek objektív megfigyeléseket, de maga az, hogy valami finom, hogy valaki ben milyen érzést, milyen attitűdöt vált ki, az... Definíció szerint szubjektív. Jó, és akkor ak ak de viszont csak van, de azt abban egyetértünk, hogy a gyilkosság az objektíve rossz? Egyetértünk, hogy az ob hogy a gyilkosság rossz Aha. többnyire, és nagy vonalakban. Ü nem, nem tartom értelmesnek elé tenni ezt, hogy objektíven rossz. Ez Mit akarunk ezzel elérni a szóval? Vagy ez mit jelent? Az akkor milyen, úgy értem, hogy abszolút milyen, rossz. Milyen gyakorlati... Mert nem, ez e értelmetlennek tartom ezt. Ez, ne szerint ez olyan, mint azt mondani, hogy egyetértünk abban, hogy mondjuk tegyük fel, hogy az emberek 95%-a nem szereti a tökfőzeléket, és akkor mondhatjuk azt, hogy a tökfőzelék az abszolút objektíven rossz. Az nem más... mondhatjuk valójában. Ez... De az, az nem is az... ilyen. Én teljesen ugyanannak látom. De... Mi a... Nem látom a... Én egyet tudok érteni veled abban, hogy a gyilkosság rossz, nem látom, hogy miért tenném oda ezt a szót, hogy objektíven rossz, vagy abszolút rossz. Mi a hozzáadott értéke, vagy mi a jelentéstartalma ennek? Hát miért rossz? Ha rossz. Mert ugye azt mondtad, hogy rossz, de miért, miért rossz? Miért objektíven rossz? Vagy miért abszolút rossz? Hogy miért abszolút rossz? Úgy értem, hogy nem hmm. lehet olyan alternatíva, hogy az jó, ezt jelenti az abszolút rossz. Nem tudsz olyan körülményt mondani, hogy egy előre megfontolt szándékkal elkövetett emberülés elfogadható legyen. Persze nem igaz, mert mondhatjuk azt, hogy ha tudom, hogy valaki egy merényletre készül, és akkor én, én megölöm, előre megfontolt a szándékkal, akkor mondhatjuk azt, hogy az jó. Úgyhogy uh -huh. viszont az már egy minősített eset a gyilkosságnak. Még, még a törvény szerint is feltételezem De... Most már maradunk az általános gyilkosságnál, amikor valaki csak rossz szándékkal megöl valakit, mint ahogy a Biblia megfogalmazza: hogyha valaki felkészül arra, hogy megöl valakit, és e, különösebb ok nélkül, akkor az rossz. Szóval, miért rossz? A rossz. Nem szeretném, hogy elkerüljük ezt a kérdést, hogy mire jó nekünk ez az abszolút meg objektív szó az előtt. Mert egyetértünk abban, hogy rossz. Csak nem tudom, hogy mi a jelentéstöblete annak, hogy abszolút és objektív. Akkor inkább ugorjunk át a házasságtörésre, mert azt nehéz megmagyarázni. Szóval a, a házasságtörés, mint egy intézmény idézőjelben, a, mi, mi a véleményed arról? A házasságtörés az, mi, mi, az is egy spektrumon mozog, az jó, rossz. Mi az, amit te gondolsz erre? Mert ez egyszerűbb lesz a. Ú, házasságtörés. Többnyire természetesen rossz, igen. Szóval, Jó? Van ennek is egy spektruma, tehát, hogy a, az emberi szihé és az emberi életekben kialakuló szituációk, azok rendkívül komplexek, el lehet képzelni olyan szélsőséges szenáriót, de ez nem változtatja meg a alapvető morális hozzáállásomat, de el lehet képzelni olyan szenáriót, hogy mondjuk egy, egy Mondjuk egy házasságnak fel kellene bomlania, mert annyira toxikus mindenféle nézve, és minden szempontból több kára van, mint haszna. És erre mondjuk valamiért pont arra a triggerre van szükség, hogy ezt meg tudják lépni a felek, hogy valaki megtörje azt a házasságot. Tehát el lehet képzelni ilyen kifacsart, hogy mondjam, kitalált, fiktív szenáriókat. Persze. Mondom, ez nem változtat azon, hogy nagy vonalakban és többnyire a is és rossz. És akkor ettől függetlenül, hogyha, hogyha a teremtő ezt elítéli a végén mégis, mint házasságtörés, mint egy halálos bűn, akkor ő rossz? Hmm. Hát, hogyha ebben a szenárióban vagyunk, amiben én vagyok, és ő ezzel tisztában van, oda lyukadunk ki, amire, amit te is kérdezted el az elején, hogy mi alapján döntjük el, hogy jó vagy rossz valami, hogy... hogy Isten fog egy ilyen egy-egy uh, megfeleltetés, hogy házasságtörés, rossz, oké, okay, büntetés, vagy vizsgálja a körülményeket. Szerintem, hogyha lenne egy végtelenül szerető, és végtelenül bölcs és mindent tudó Isten, akkor az vizsgálná a körülményeket, és érdekelné, hogy a szeretett lényei, azok uh, továbbra is bomlasztják és károsítják egymást, mondjuk ebben a fiktív mindenfél számára toxikus kapcsolatban, vagy inkább... Tovább lépnek, és ilyen szempontból ez a trigger hasznos volt a számukra, hogy euh, egészséges szintre hozhassák vissza magukat, és mondjuk tovább léphessenek a tanulságokat levonva valamibe, ami kevésbé káros, vagy akár előnyös a számukra. És itt kanyarodok oda, hogy én a morált borvezetem vezetem le, hogy a kollektív, fenntartható, hosszú távú emberi jólétet szolgálja, vagy éppen sebzi. Szóval akkor mi a helyzet ebből Hogyha... a szempontból? a Ján, bocs? Mondja nyugodtan. Mi a helyzet ebből a szempontból a házasságtöréssel? Büntetnünk kellene a társadalomban a házasságtörést vagy a parázasságot? Vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy... hogy büntetni Mert a büntetésről ugye már beszélgettünk, hogy abban sem értünk egyet, és akkor az is kinyit Csak mondjuk annyit, hogy mondjuk morálisan jó vagy nem jónak tartjuk. De nem, mert ugye Szerintem a társadalmat mondom, valami, töményire... alapján, valami alapján vezérelni kell a társadalom, szóval büntetjük a gyilkosságot például. Miért nem a házasságtörés vagy a parázaság. Azért, mert, azért, azért, mert szeretnénk, azért, mert hogyha egy igazságrendszert szeretnél felállítani, akkor az arányosság a büntetés, arányossága a büntethez képest, az fontos, mert különben, akkor mondhatnád azt is, hogy miért büntetjük a gyilkosságot, de nem büntetjük a házasságtörést, mondjuk miért büntetjük a gyilkosságot 20 év letöltendővel, de mondjuk ha ellopok egy rágót a boltból, az miért nem 20 év letöltendő? Nem. Azért nem, nem mert, mert ezek után, hogyha ellopnék egy rágót a boltból, akkor nekem és nekem érdekemmé válna az, hogy bárki, aki el akar lopni, azt mondjuk megöljem, mert ugyanazt a büntetést kapom, és mondjuk lehet, hogy így megúszom azt, hogy elkapjanak. Ezért van az igazságrendszerekben az arányosság elve. Hát de hol arányos az, hogy, hogy valaki megöl valakit és kap 20 évet, gyilkosság, és mondjuk sikkat 100 milliót és kap 20 éve? Ez nincsen arányban, ezzel egyetértek. De mondjuk, hogy jön ez még, ide? Még szóval egy kicsit do... ugrálunk. Nem, 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 most eljutottunk a lényeghez, pont most jutottunk el oda végre, ahova akartam. Ki az, aki eldönti, hogy mi az, amit szankcionálunk, és mi az, amit nem? És mi alapján? Szóval mi alapján mondott te azt, hogy a házasságtörés az nem olyan súlyos dolog, mint a gyilkosság, miközben a Bibliában egyértelműen le van írva, hogy az olyan súlyos. Szóval, hogyha nincsenek ezek a minősítések, ezek az extrém esetek, amiket mondasz, mert egyébként az nem igaz, és és azt hiszem, hogy ezt te eltaláltad magadtól is, hogy természetes, hogy vizsgálja a körülményeket, és arról nincsen szó, hogy ha, mondjuk használjuk ezt a, ezt a szót, hogy toxikus, bár mindegy, szóval használjuk ezt a szót, toxikus, tegyük fel azt, hogy van egy fizikálisan, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, ez az abusive, de aki bántalmazó? Bántalmazó feleség, aki fizikálisan bántalmazza a férjét, dobálja a tányérokat, üti, miért, de hogy van ilyen? Nem, szándékosan mm -hmm. nem a férjet akarom mondani, mert azt mindenki szereti azt hinni, hogy a férj de de tök mindegy, talán. Fér az egyetlen az, aki ezt csinálja, de nem így van. Szóval van egy ilyen feleség, aki veszélyezteti a férje életét, és az, az a férj kénytelen elhagyni azt a nőt, akkor az más mm -hmm. elbírálás alá esik, mint hogyha van egy nő, aki csak egyszerűen ö, szerelmes lesz a munkatársába, összejönnek, és megcsalja a férjét. Miért nem bűnt egy szankcionáljuk azt, mikor az tönkre teszi a férjet, tönkre teszi az egész családot, mm -hmm. amiben benne van, és nem csak a saját gyerekeit, ha vannak, de tegyük fel, van három gyerekük, akkor az tönkre megy az a család, de nem csak ők érintettek, hanem a nagyszülők mind a két oldalon. Szóval ki az, aki eldönti, hogy az nem egy olyan súlyos dolog, mint a gyilkosság? És mikor született meg ez a döntés, és mikor egyeztünk meg ebben? Nagy vonalakban én egyetértek egyébként veled. Ez egy kellemetlen és igazságtalan helyzet, amit nehezen is dolgoznak fel az emberek. Most ez, hogy ki dönti el, ez bármelyik jogi kérdésre fölmerülhetne, ugye elvileg demokráciában vagyunk, ahol elvileg képviselnek minket, és akkor elvileg valamiféle közmegegyezés, meg a, meg a hagyomány kombinációja az, ami kiadja ezeket, meg a mit tudom én hány száz éves jogi megbírói gyakorlatból levont tanulságok. Messze nem tökéletes a rendszer, én ezt teljesen egyetértek vele. Aha. Nem tudom, hogy nem, nem, nincs szerintem erre egy ilyen illetve szerintem ez a válasz, hogy ki dönti el, megpróbáltam egy nagy össze listázni azokat a tényezőket, de hogy, hogy én nem vagyok egyébként a jogi rendszer tökéletességének a szóhívője, mert marhára nem áll közel hozzám ez a néze. Csak az a az hát Szerintem azért... ezer sebből vérzik az úgynevezett igazságszolgáltatás, ami gyakorlatilag ugye jogszolgáltatás. Persze, pont ezért, amit mondok, mert nincsen abszolút. Nincs az. Szóval, nincs mihez viszonyítanunk. A saját elménk az, ami megszüli ezeket a gondolatokat. Szóval, elhagytuk azt a mércét, amit felállított, és a teremtő felállított, és ami szerint működött ez a világ sok ezer éven keresztül, úgy, hogy ráadásul olyan nagyszerűen működött ez a világ, hogy ugye ha, ha, lehet hinni ezeknek a propaganda dolgoknak, akkor túl szaporodtuk az egész helyet. Szóval nehéz azt állítani, hogy az a rendszer, amit ő felállított, míg volt a skarlátbetű például, vagy a paráznoság, egy bűncselekmény volt a társadalmak, nagyszerűen működtek. És ahogy távolodunk el attól, egyértelmű a társadalomnak a szétesése. Én erre akartam, ide akartam eljutni, ez volt volna az egyik dolog, amit most nem tudom, hogy te egyet értesz vele, bár a múltkor, mintha azt mondtad volna, hogy szerinted jobb lesz a társadalom. Javul? Hát azzal, hogy egyrészt csodálatosan működött másrészt több ezer éven át ezzel, és hogy ez erre az egy tényezőre vezethető vissza, ez szerintem olyan demagóg, ilyen populista leegyszerűsítés, amit ráadásul elképesztően nehéz bizonyítani, de amit tudok a világról, az az, hogy 99%-ban nem ennyire egyszerű. Tehát ez nagyon egyszerű így beprojektálni, Miért? hogy hú, hogyha hát nem ha az mindenki az, hogy mi? a, biblia, a biblia hitét betartaná, és azok lennének a törvények, akkor minden tökéletes lenne. Valószínűleg soha nem állt fenn ilyen állapot, és valószínűleg amikor fennállt, akkor az emberek úgy nagy vonalakban sokkal szenvedéstelibb életet éltek. Ezért volt szenvedésteli, mert nem követték? Illetve azt is, illetve azt is, hogy oké, okay, ez hasonló ahhoz, mint a keresztények imádják ilyen áthatolhatatlan és megfejthetetlen falak mögé tenni az ő nagy igazságaikat. Tehát, hogy ha egyszer mindenki a Földön betartaná a, a, az isteni törvényeket, ami soha nem fog megvalósulni, majd a De halálok fog. után. Tehát mindig, mindig elhelyezitek ilyen áthatolhatatlan falak mögé az, hogy na, na ott majd fölismerhetnéd, hogy nálunk van az igazság, lehet, hogy valószínűleg nincs nálatok. Nézd, az első és legfontosabb az, hogy én nem vagyok keresztény. A másik az, hogy. Igen, el, rosszul mondta ezt, igen. El, nem ez probléma. Nincs a, lé, a lényeg Értem. az állításomnak ugyanúgy áll. Igen, csak nem indokoltad meg, hogy miért. Szóval mondani én is mondhatom, hogy, hogy nem, nem, meg ez demagóg, de az nem hangzott el, hogy miért. Szóval miért nem lenne jobb. Hát vegyük, vegyük, Mondjunk mond, egy mondok csak néhány dolgot a dolgot. Szóval, Oké. Okay. Szóval tegyük fel csak ezt a sikasztásos dolgot. Például mi a logika abban, hogy ha valaki sikaszt, mit tudom én, 10 millió forintot, akkor bezárjuk három évre, fizetjük mi, akik dolgozunk az adomból azt, hogy ő ott éljen a börtönben, fizetjük az őröket, akik vigyáznak rá, miközben a Biblia egyértelműen elmondja, hogy mi a megoldás erre, fizesse vissza azt, amit ellopott bizonyos idézőjelbe vett kamattal, vagy szolgálja le Szóval melyik a jobb, szerinted? H hogy lehet? Érted, és ez csak egy. Végtelen ilyet tudnék mondani. Szóval én legalább meg tudom indokolni, hogy mit miért mondok. De én meghallgatom szívesen, én nem... hogy miért demagóg szerinted, vagy miért nem, csak az nem hangzott el. Hát vegyük azt, hogy eleve szelektálsz a Bibliából. Tehát, hogy akkor, az, akkor azt is ide Téldául? cipálhatnád, hogy mondjuk mi, minden, mi mindent kellene kövezéssel büntetnünk. Elmagyarázom, hogy ha gondolod, ha érdekel téged vagy a hallgatóságot, hogy miért nem kövezünk már. Szerintem magyarázd, mert releváns. Jó, szóval nem tudunk. És hogyha nem kövezünk, akkor miért tartjuk be mondjuk ezt a másik büntetési formát speciálisan? Ez, ez, ez relatíve Fát? egyszerű, hogyha valaki ismeri az írásokat, akkor tisztában van azzal, hogy amíg Izrael egy teokrácia volt, addig köveztek az emberek. Kövezni nem lehet csak teokráciában. Teokrácia azt jelenti, hogy a Tóra az alkotmány és a, és a teremtő ott az idézőjebe vett uralkodó és király. Mivel ez nem így van, hanem ő kivonult ebből az egészből, nem tudjuk a kövezést végrehajtani, mert azzal megsértenénk az itteni törvényeket, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahhoz, hogy valaki megkövezzen egy másik embert, az feltételezné azt, hogy találunk olyan embereket, egyrészt akik megbízható tanuk, másrészt maguk fedhetetlenek annyira, hogy végrehajthatják ezt az ítéletet. Ezért nincsen büntetés. Szóval, hogyha megértenéd te, mint ahogy megfogod szerintem, meg a hallgatóság, hogy a büntetés végrehajtás az meg fog történni, csak nem hajtjuk végre itt most, hanem majd ő a végén. Itt még megtérhetsz, de ez nem így volt, amikor az egész egy teokratikus rendszer volt. Teonómia tulajdonképpen, isteni törvény uralkodott Izraelben. Ezért hajtották végre. De egyébként végrehajtják több tucat országban ma is, csak ott az iszlám az uralkodó vallás. Úgyhogy ez egyáltalán nem idegen. Összekeverted a morált meg a jogrendszert. De azt mondom, hogy ezért nem hajtjuk végre az ítéletet. Kérdezted, hogy miért ez Akkor gyakorlatilag... kérdezem, hogy morális szempontból kívánatos lenne végrehajtani a kövezést, ugyanúgy, nem. mint például a, a másik esetben. Nem, fel, azért nem, mert például te magad, vagy a hallgatóság nagy része nincsen tisztában azzal, hogy mi a, mi a az elvárása a teremtőnek, mert nem ismered az írásokat olyan szinten. Azért kérdezem. De, de Nem, 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 ez, ez az oka. Szóval nem tudod, hogy... Nem úgy nőttünk fel. Mi felnőttünk a világban, és szeretnénk közeledni hozzá. Szóval, mint egy gyerek. A gyereket sem, ha azt mondom neki, hogy nézd, a, mint ahogy ma történt. Hagyjátok abban, ne játszatok a csappa, mert eltörik. Csak játszottak, csak játszottak, csak eltört. Mégse verte meg senki a végén, hanem elmagyarázta neki, hogy nézd. A következő alkalommal ez lesz a következménye. Így van ezzel itt is a büntetés ez lesz A következménye lesz, de a büntetés nem tudod kiróni, mert az ember nincs tisztában azzal, hogy mi az, amit csinál. Ezért döntött de úgy... akkor a kényszermunkát miért tudod kiróni? Nem tudom, a kényszermunkát seki. Én nem tudok kiróni semmit. Én csak megyek azzal, amit az állam meghatároz most már. Értem, de felvezettél egy elméleti, ennél ideálisabb forgatókönyvet. Hogy hogy kellene, hogy működjön a dolog. Igen. És ebben azt mondtad, hogy kényszermunka lenne, viszont kövezés nem lenne még ott sem. Vagy lenne. Ezt kérdezem, hogy ebben az ideális állapotban, amit felfestettél. Nem, mert, mert én akkor magam. Vagy mind a nem kettő vagyok legyen, vagy egyik se legyen. Nem, mert én magam nem vagyok arra képes, méltó, hogy nem vagyok elég. meg senki a világon, nem elég. Nem tökéletes ahhoz, hogy. Ki az, aki végrehajtja ezt az ítélet? Ki az, aki ez, ezért mondta azt, hogy az vese rá az első követ, hát akkor aki büntet... hát a világodban nincsen, nincsen semmilyen büntetés végrehajtás? De nem, én nem hajtok végre büntetést. Még a közösségben te, ezt sem. ezt értem, hogy te speciálisan, de hogy a, a, ebben a fiktív társadalomban, ami a te ideális szabályait szerint működik, nincsen semmiféle büntetés végrehajtás, mivel tudjuk, hogy definíció szerint minden ember bűnös, tehát méltatlan, tehát nem tud végrehajtani büntetés valami perverz logika révén. Úgy tud, úgy tud, mint ahogy a te világodban, Amire azt mondtad, hogy elismered, hogy nem tökéletes, mert úgy rossz, ahogy van. Szóval olyan világot én is létre tudok hozni. Mindaddig, amíg nem él itt közöttünk ő, és nem tudunk hozzáfordulni, mint ahogy Mózes hozzáfordult, mikor káromolta az ő nevét a, az egyiptomi fiú, aki ott született, és megkérdezte, mikor a fagyűjtögető esetében hozzáfordult, hogy mi legyen a büntetés, mi nem tudunk ilyen módon hozzáfordulni, így tehát nem hajtjuk végre az ítéletet, de nincs is ilyen világ. Érted? Szóval ez egy, egy filozófiai. Kérdés. Jó, de, szóval, ha jól értem, beszélgetünk itt a jogrendszerről, meg az igazságszolgáltatásról, Aha. és ugye nem haboztál megkérdezni engem, hogy akkor hogy kellene lennie, meg miért van Igen. így, és miért nincs másképp. És, és a te modelled, amit felhozol, az, az gyakorlatilag most te magad mondtad, hogy megvalósíthatatlan. Hogy Aha. konkrét, nem is, csak, nem is csak a mi korlátaink miatt, hanem hogy definíció szerint lehetetlen. Mert mindig minden ember miatt. Tehát, ha, ha ha egyfajta valamiféle bűntelenség, vagy nem tudom, mi szükséges ahhoz, hogy büntetést tudjál végrehajtani, akkor a te, ha visszavezetnénk a te teokráciádat, akkor nem lehetne büntetés végrehajtani. Ami egyébként meg megint ellentétben áll azzal, amit korábban mondtál, hogy a, pont a teokrácia volt az, ahol szétköveztek embereket. Sajnálom, hogy akkor elsikkadt, amit mondtam. A teokrácia azt jelenti, hogy ő vezeti azt a. Azt a rendszert, mi, ő pedig nem vezeti ezt a rendszert, hisz nincs benne ilyen módon a világban. Benne volt Izraelben, de már nincs, szóval nem tudunk létrehozni egy ilyen utopisztikus társadalmat, de egyébként hamarosan eljön, és akkor végre fogjuk hajtani Na, végre. azokat az ítéleteket. De a másik az, hogy így működik a világ is, Péter, ugyanis a világ sem hajtja végre a halálos ítéletet. Ezt gondolom feltűnt vala a világ is ezer másik ítéletet meg végrehajt. De Tehát, az, hogy miért az, nem is ugyanaz. Ki az egyiket? Nem, nem válasz. Hát, mi kérdez meg tőlük, hogy miért választják ki ők az egyiket? Én elmondtam azt, hogy miért választjuk ki. Azért, mert nem, nem meg kell adni az esélyt annak az embernek, hogy megváltozhasson. De hogyha valaki lop, azért valamilyen szankciót ki kell rólni. A büntetés a büntetés a gyilkosságért az, amit mondtál, húsz év életfogytélen, az fair. Még ott mindig megtérhet az ember. Még mindig kapcsolatba kerülhet az igazsággal, és még mindig megbánó módon fordulhat hozzá. De ha megöljük, amikor megcsinálja azt a bűnt, akkor nem adjuk meg az esélyt, hogy megtalálja a teremtőt, és visszaforduljon hozzá. Ezért nem hajtjuk végre a ítéletet. Ugyanez a helyzet a sabat megszegésével, a házasságtöréssel, és a paráznasággal is többek közt. Meg kell adni neki az esélyt, hogy visszatérjen hozzá. De ha lop valaki, és azt mondom, hogy jó, nem, nem probléma, 20 ot hozzáadsz, és visszafizeted, spondját megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Akkor nem hal meg, és megvan a lehetőség, hogy visszatérjen hozzá. Ha ez érthető. Ez tök jó, de tudom, már, Isten maga adott parancsba rengetegféle halálos ítéletet, rengetegféle bűnért. És akkor veszünk... És te, miközben az objektív és abszolút igazságrendszer mellett érvelsz, veszed a bátorságot, és egyszerűen negligálsz bizonyos parancsokat, amit ő mondott, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat büntetni. Én nem negligálom, hát ő itt volt, az egyszülött fia itt volt, azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen, szóval én azt csinálom, amit ő mondott. Értem. Tehát Isten meggondolta magát bizonyos kérdésekben. Nem, ezt az ítéletet. Nézd, minden bűnnek az ítélete halál lesz. Értesz? Te azt gondolod, hogy a, a büntetést megúszod? De a büntetés nem úszod, meg a büntetés a kárhozott. És a második halál. Csak el van tolva az idő addig. Addig még megtérhetsz. Szerintem köszönetet mondhatta neki mindenki, hogy lehetőséget ad a megtérésre. Hogyha mindenkit megöldösni, aki házasságtörő, aki parázna, aki az a fejében útál másokat is azáltal megöli, vagy aki káromolja az ő nevét, akkor hip-hop kiürülne ez az egész hely, ahol élünk. És akkor az lenne a végén, hogy jó, én nem is kaptam lehetőséget arra, hogy megtérjek, milyen kegyetlen vagy. Most meg azt fogja mondani, hogy nézd, ott volt, húsz évet ültél a börtönben, olvashattál volna, kereshettél volna, házasság törő voltál, parázna voltál, nem kerestél. Miért nem kerestél évtizedeken keresztül? Szóval hogy se jó. Ha így van, az a baj, ha úgy van, akkor meg az a baj. Hát igen, mert eléggé elcsösszettül találta ki a dolgokat igen, de ez megint na, csak egy na, na, ilyen kijelentés, ennek nincs semmi jelentősége, amit mondasz, hogyha nem támasztod alá azzal, de, hogy miért. Te, te magad soroltad fel azokat a dolgokat, amiért ez nem működik. Tehát Például? kivitelezhetetlen, az emberekre nem alkalmas, uh, alapvetően, hogyha következetesen végigvisszük, akkor emberi katasztrófához vezet. tehát. Mely, melyik része? Nem, nem, véletlenül, véletlenül, nem. nem véletlenül. Én nem mondtam nem ezeket véletlenül. egyiket sem. <laughs> ezeket most te mondod. nem mondod. Melyik hát, vezet emberi katasztrófához? Am, Hát például az, hogyha következetesen a, végigvinné ő a saját törvényeit, akkor hip-hop kiürülne a földgolyó. Hát de nézd, ha kegyelmes Mindenki... az a baj, hogyha ha nem hajtja végre, akkor meg, akkor meg nem működik. Szóval mit csináljon? Semmi nem jó. Ez, ez pontos, ez annak az illusztrációja, hogy, hogy paradoxon maga az Isten feltételezése. Mondjuk jobban. Maga, maga, maga ez a rendszer, amiben ugye egyszerre akarsz egy olyan igazságot üzemeltetni, ami mindent büntetéssel válaszol meg, meg egyszerre akarsz egy kegyelmes rendszert üzemeltetni, ezek egy az egyben egymást kizárják. Tehát, ez, hogy nem így van. Nem ha akar... kegyelmes vagy, akkor nem lehetsz ilyen módon igazságos, ha ilyen módon igazságos vagy, akkor nem lehetsz kegyelmes. Ne, ez és nem akkor igaz, vagyunk nem ebben a paradox rendszerben, amit, amit próbálunk kimagyarázni, és hát nem sikerül. Hát ne, 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 neked nem sikerült megmagyarázni, amit mondtál az előbb, de az a lényeg, hogy Arról nincs szó, hogy büntetni akar. Én nem tudom, hogy ez honnan jön, de ezt már megbeszéltük számos alkalommal, mi, 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 mióta beszéltünk. Még mindig előjön ez a dolog, hogy büntetni akar. Ő nem akar büntetni, de ugyanaz a, a világ, amiben élünk, is így működik, Péter, nem? A világban is vannak büntetések, meg következmények? Nem jól gondolom? Rendszeresen összemosod azt, hogy mi van, és azt, hogy mi, mi lenne az ideális. Mert sokszor azt hiszem, hogy arról beszélgetünk, hogy hogy, hogy, lenne, hogy, lenne, jó, próbálunk megkonstruálni, brainstormingolni egy olyan világon, ahol mondjuk a morál rendszere, vagy az igazságszolgáltatás rendszere jobban működik, mint ahogy a gyakorlatban. és akkor például behozol ilyeneket, hogy azért nem kövezünk, mert megsértenénk a földi törvényeket. Ami, amikor összehasonlítod, a, hogy most akkor brainstormingolunk, meg, meg próbáljuk filozófiailag megfejteni, hogy mi lenne egy, egy csúcsa a, 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 a morális lenszképnek, vagy, vagy konkrétítani valóságról kövezünk. beszélünk, és vagy összemostod azt, hogy, nem, 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 hogy most. most Valatki a társadalomban Ez... hajtsa végre a büntetést, vagy hogy te magad végrehajtod el a büntetést nem. a két felszét. Elhangzod most az... jó lenne Megegyezni abban, hogy, hogy akkor, akkor specifikusan mi az a kérdés, amit próbálunk megfejteni. Mert annyit ugrálunk, hogy úgy érzem, elbeszélünk -e egymás mellett. Nem, nézd. Én elmagyaráztam az előbb, hogy miért nem kövezünk, de úgy tűnik, hogy nem. Valami oknál fogva az elsikadt, amit mondtam, és megragadt ez a. Te azt majd te azt. Igen, értettem, de most pedig példát hoztam fel, amelyben a beszélgetésünk nem volt elég hatékony, hogy orvosolni tudjuk ezt. Szerintem, hogyha fixálnánk, hogy pontosan mi az a kérdés, amit meg szeretnénk fejteni, legyen az a moral, moralitás alapja, vagy bizonyos konkrét kérdések, amik a társadalmat ma feszítik, azoknak a megbeszélése. De én feltettem a kérdést. Vagy azokban való állásfoglalás, akkor, akkor az talán. Én feltettem a kérdést, mindenben. az volt a kérdés, hogy miért nem büntetjük a házasságtörést, miért nem bünteti ugyanúgy a társadalom, uh -huh. mint a, a gyilkosságot, miközben a, az írások úgy. De válaszoltam, hogy, honnan jön az ez? Az arányosság a... elve miatt. De arányos, Na ezt mondom, ezt akartam mondani, hogy ki az, aki eldönti, hogy az, az arányos, vagy nem. Értesz? De akkor ugyanoda jut, de ki akkor te, az, aki... te válaszoltad meg azt a kérdést, amire nekem azt mondtad, hogy, hogy amit mondok, az nem úgy van. Hisz én pontosan ezt mondtam. Adni kell az embernek egy lehetőséget, hogy megtéren. Ez az oka, hogy a büntetést nem hajtjuk végre. És megint elhangzott az a infantilis gondolat, hogy ő... Maga a gondolat infantilis, hogy, hogy ő büntetni akar. Ő nem akar büntetni, de mindenhol a világon van következménye a dolgoknak. Nem tudom, miért kampányolsz egy olyan világ mellett, ahol nincsen következménye az ember cselekedeteinek. Nem, de ez, ne, ez, na, ez infantilis. Olyan dolgokat adsz a számba, amiket egyáltalán nem mondtam. A büntetni akart, megbeszéltük a múltkor, úgyhogy azt szerintem a nem vagyok biztos benne, hogy ez így elhagyta a számot, de majd visszanézzük. Hát most mondtad, hogy büntetni akar, és közben kegyelmes, és ez a kettő ellentmondásban van. Ez nem, nincs ellentmondásban. A, 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 jogrendszer a világban ezeket alkalmaz azért, mert nem működhet másképp a világ. Ahogy ő kitalálta a világot, ugyanúgy működik. Csak nem alkalmazunk pontosan azt, amit ahogyan ő azt megalkotta de a háttérből ő az, aki irányítja ezt a jogrendszert is. Ugyanis nem úgy van a jogrendszerben sem, hogy azt mondják, hogy ó, hogyha elszísz egy fűves és elkap a rendőr, az két évig terjedő szabadságvesztésre sújtható. Igen, de nem úgy van mégsem, hanem van felfüggesztett, meg elterelés, meg mit tudom én mi, meg még másodjára is, meg akármi. Értesz? Szóval számon kéred rajta Igen. azt, ami amúgy is működik a világban ő az, aki kitalálta ezt a rendszert. És nem értem, hogy mi a probléma azzal, hogy kegyelmez az embereknek, és ad időt arra, hogy megváltozzanak. Hogy hogy lehet ezt a kegyelemre azt mondani, hogy igazságtalan. Ez egy ilyen bizarr gondolat. Mint a, ami, most ugye erő hát erről volt. Na jó, de te vett, az egyik mondatodban azt mondod, hogy mindennek következménye van, és ez egy akkora törvény, hogy, hogy Isten is hiába nem akarna amúgy büntetni, de még ő is alá van rendelve ennek a törvényszerűségnek, hogy büntetnie Easy. muszáj. A másik, a másik mondatodban meg azt mondod, hogy amit az előbb mondtál, tehát... Mit? Nézd. Mondom, olyan, olyan szintű nem ellentmondások csak, vannak. Nem csak nem, nem érted, az a baj. A, a követ, a büntetés meg lesz a végső ítéletnél. Szóval, ha most elköveted a bűnt, nem kerülöd el a büntetést, csak itt, ebben az életben van lehetőséged, hogy megtér. De a végén úgy is megkapod. Oké. Okay. Érthető? Szóval nem kerülöd el a bűnt. Kegyelmes. hát kegyelem... Itt az életben nem, van kegyelem. Nem létezik. De létezik. Mert Vagy a, a... kegyelem, a, igen, a kegyelem kiterjed erre a végtelenül rövid kis életre. Igen, de van lehetőséget, hogy változtass rajta. Ha nem változtatsz, akkor az azt jelenti, hogy nem akarsz változtatni rajta. Szóval minek kegyelmezzem még, mikor már most megkaptad? Mi lenne a büntetés a házasság törésén? Halál. Szóval csak küldhetne egy villámot, azt eltüntethetne a föld színéről. De nem így van hanem hagy időt, hogy megértsd, hogy ez egy rossz döntés volt, hogy ez káros, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy meg akart bánni azt, amit csinálsz, és elfordulj attól, és menjél úgy, ahogy ő akarja. Ezért a végén majd elkerülheted az ítéletet. Szóval a kegyelmi idő, igen, ahogy nézzük, rövid, de legalább van. Oké, okay, figyelj, én elfogadom, hogy neked ez a hited. Aha. Nem tudom, hogy ezzel most mit kezdjek én így személy szerint? Vagy miről, miről szeretnénk beszélgetni? Ha, hát nézd már beszélgetünk 38 percet, szóval valamiről csak beszéltünk. De menjünk tovább. Akkor felteszem azt a kérdést, hogy ami, amivel elkezdtük ezt a... Mert ugye azt mondtad, hogy hogy a milyen primitív az ő rendszer, ez már elhangzott meg, de lehet, hogy nem értesz egyet mm -hmm. ezzel. Nem, nem? Jól gondolom, hogy ez egy ilyen primitív rendszer, egy ilyen kőkorszaki, archaikus dolog. Amiben én hiszem a hiányolom belőle, hiányok belőle dolgokat, például az arányosságot, tehát én eléggé túlfűtött ilyen túl erőszakos, indokolatlanul agresszívnek érzem a, 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 rendszerét. És mondasz, hogy hát ugye vannak, hát például, hogy miért jár szerinte halál. Miért? Például a házasságtörésért, mint az előbb mondtad. Hogy miért köveznék meg a házasságtörőt? Nem, nem. A házasságtörésért euh, mind halál jár. Egy, egy, egy türelmi idővel ellátott halálbüntetés jár a házasság például Isten rendszerében. Jó, tegyük fel. úgy érzem, hogy uh -huh. ennyien túlreagálja a dolgokat. Szóval tegyük fel, hogy, hisz, hogy elfogadjuk, hogy van egy, 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 egy élet a halál után. Szóval ott tele lenne ilyen házasságtörőkkel, meg gyilkosokkal? És folytatnánk, és folytatnánk tovább azt, túlvi... amit... Itt... Ez attól függ, szerinted mit csinálunk a túlvágon? Ugyanúgy élünk tovább, mint itt? Hogy hát ez így van leírva. Hát nem ugyanúgy, a túlvilágon bántani embereket? Hát nem, mert nem lesznek olyan emberek, akik... házasságban élni például? függ, tegyük, fel, hogy, tegyük, fel, hogy, tegyük fel, hogy igen, bekerül a gyilkos is, maga a házasságtörő is a, az örök életbe. De az egy gyilkosség lenne. De, Már most itt van. Hogy minek miért, lenne az rossz? minek folytassuk tovább örökké? Minek éljen örökké egy házasságtörő, meg egy gyilkos, mikor már itt demonstrálta, hogy nem élt le? Miért ne? Azt, hogy nem méltó rá. Nem, 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 most körbe-körbe mész. Tegyük fel, hogy bekerül a, a mennyországba a házasságtörő is, meg a, meg a gyilkos is. Egyébként miután átkerültek a halálon, onnantól már száz százalékig tisztában lesznek vele, hogy Isten létezik, már nem lesz szó hitről, ott már tudásról lesz szó, közvetlen hozzáférésről mindenkinek. Minden teljesen egyértelművé válik az összes homálya fejükben az összes kérdés, az összes, ö, egyébként tártalanná válik az összes ö, anyagi típusú félelmük, ami, ami vezérelhet bizonyos, nem az összes, de bizonyos negatív tevékenységeket. Tehát egy teljesen más perspektívába kerülünk, és élünk tovább. Én azt gyanítom egyébként, hogy az Istennel való ilyen közeli kapcsolat, és ezt a hívőknek az Isten definícióiból rakom össze, az egyszerűen megszünteti a vágyat, hogy ilyen dolgokat csináljál. Tehát onnantól kezdve, hogy Istenhez közvetlen hozzáférésed van, valószínűleg azt akarod csinálni, ami mindenkinek a legjobb, nem tudom, ez dicsőítés, vagy csak ott örülünk egymásnak, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ha mondjuk fölvétetek a Mennyországba valakit, aki már életében ölt embert, vagy valakit, aki mondjuk megcsalta a házastársát, akkor az ott fent is majd a következő partnerét, mert ott majd így újra fogunk csajozni, meg pasízni, majd megcsalja, vagy ott fönt, fog, fönt, el fog követni még gyilkosságot, vagy érted? Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy fölkerültünk a túlvilágba. Én értem. Onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen következmények nélküli, illetve a bűnre való minden teljes motivációvesztésben fogunk élni. Hát semmi kárát nem látnám annak, hogy fölvegyük a bűnösöket is a az Isten országába. Hát, hogyha az úgy ezt lenne, hogy most nem. te felvázoltad, meg ahogy ezek szerint elképzeled, akkor persze abban az alternatív... Na És ezért kérdeztem, hogy szerinted mi történik a túlvilágban. Hogy ne? Akkor fesle egy képet róla, és akkor elmondom, hogy szerintem kinek lenne jó oda kerülni, meg kinek. Jó. Nézd, minden országnak van egy törvényrendszere, egy uralkodója, meg egy alkotmánya. Nem létezik olyan ország, ahol ez nem így van. Mivel nem lehet. Nem tudsz olyan közösséget létrehozni, ahol nincs vezető. Vagy igen? Vannak azért olyan törzsek, mi is éltünk úgy emberekként. A... Hát a... persze, amikor lehet, még rosszaton ettük az embereket. Nevezni, de de... Mondjuk, mondjuk társadalomnak nevezhetjük. Nem minden, nem minden ősi törzs ette meg az embertársait. De együkség. törvények voltak? Hogy nem? Hmm, gyanítom, igen. Hát, Valószínűleg voltak olyan ne, szabályok. Nem, ugye? hát azért azt csak le kell rögzítenünk, hogy törvények nélkül nincsen élet, nem? Abban egyetértünk. Az anarhiának híve. Folyt, folytasd a, a mennyország témát. De nem így van, hogy törvényekre szükség van, és szükség van valakire, aki eldöntő, hogy mi az a teljesen. Igen, mindegy, igen, a... igen. Nem, nem mindenhol van ez jogilag ilyen, uh, tudod, lehet, hogy nincs leírva. Nem lehet, kell, hogy lelenj generációra-generációra változik, vannak persze egy, egy, egy fenntartató társadalomnak kellenek szabályok, igen. Lehetetlen. Na, ennek a, ennek a következő világnak az ő tórája lesz a, a szabálya, meg amit olvasol a Bibliában. És ezért hát azt valahogy mm -hmm. neked itt el kell sajátítanod, hogyha te oda be akarsz kerülni. Hiszen, hogyha nem sajátítod el, akkor nem fogsz tudni ott viselkedni úgy, ahogy kellene. Meg nem is akarsz. Mert ugye itt, nem akar, ne, itt az itteni életedet demonstrálod, hogy te nem akarsz oda bekerülni azzal, ahogyan viselkedsz. Ezért hát nem fogsz. De a végén az embernek az összes cselekedete, ez csak le van írva számos helyen, de jelenése könyve az egyik legnagyszerűbb, hogy megítatnak a könyvek, és megítéltetének a halottak azok alapján, ami fel van írva róluk. Szóval minden cselekedetet fel van írva. Nyilván, hogyha rá lennénk utalva a saját cselekedeteinkre, akkor mind elpusztulnánk. Azonban ez nem így lesz, hiszen van egy kiút ebből, az pedig az, hogyha az ember hiszi, hogy az ő egyszülött fia eljött, ezt biztos ismeri mindenki a Jézus történetet. Elfogadom, akkor az ő áldozata, az mentesít engem a büntetésemtől, a büntetéstől, ezért hát élhetek vele mm -hmm. tovább, de ez hitet igényel, és egy valóban megváltozott szívet, és egy megváltozott életet, ahol úgy élek, ahogy ő elvárja, demonstrálván itt, hogy majd ott én képes leszek beilleszkedni abba a társadalomba. De ha valaki itt éli az életét úgy, ahogy én éltem az első 35 évben, akkor az demonstrálja azt, hogy ő nem tud abba a társadalomba beleilleszkedni. És azt az embert nem lehet átalakítani úgy, ahogy te azt feltételezted, hogy ott majd csak mindenki átalakul. Nem lehet átalakítani az embert úgy az egy ilyen automata nyit, nem mondtam, de folytasd. De, de, azt mondtad, hogy bekerülhetne, és akkor ott majd látja mindenki az ő, hogy, mi, hogy létezik Isten, meg nem kell hinni, és majd automatikusan csinálja azt, ami jó. Nem ezt mondtad, nem <haz> jó? Emlékszem? Ilyen minősítőket teszel hozzá, hogy automatikusan meg ilyesmi. Én azt mondtam, hogy ott sokkal közvetlenebb hozzáférésünk lesz bizonyos kulcsinformációkhoz, amihez most nem férünk hozzá Isten jó voltából. És emiatt vélhetően ez hatással lesz az emberek viselkedésére. Szóval hát, a magyarul ha te viselkedés is hatással volt. Nézd, a más nem. A, a olyan, nagyon, nincs, nagyon hogy nagyjából, olyan nincs, hogy nagyjából azt csinálom ott, amit ő akar. Hát olyan nincs. Vagy azt csinálom teljes mértékben, arra vagy nem. Válaszolja arra a kérdésre, hogy mi, mit fogunk csinálni a hétköznapokban a Mennyországban. Nézd, hát, a, a, a Mennyország az, az, az a mennyi hogy válaszolhassak arra, hogy Aha. kinek lenne jó oda bekerülni és kinek nem. Az mennyek országa valójában? Szóval, hogy ha az az elképzelésed, vagy bárkinek, hogy majd ott a felhők felett van egy ország, ez nem így van. A Földön lesz. Nem, ne, ne, te mondd el a te elképzelésedet, Ne pedig beleprojektált, hogy nekem mi az elképzelésem, amit még el sem mondtam. Világos? Jó, ezért mondtam, hogy ha az az elképzelésed, szóval én nem azt mondtam, hogy az, hanem azt mondtam, hogy ha az az elképzelésed, meg a többségnek, hogy ott majd fönt lesz egy ország, ez nem így van. Ez itt lesz a Földön. A Földnek egy szabályrendszere van, ez a Tóra, illetve az ő Bibliájában felrehető szabályok. Ez a Föld így lett megalkotva. Itt lesz az Ezeréves uh -huh. Királyság, az éves Királyság alatt lesz szaporodás, házasság, keletkeznek új emberek, lesznek országok, Egyiptom, fel van sorolva számos másik ország. Asszíria például, lesznek az ő ünnepei, az ő sabátjai, lesz állatáldozat, az ő Tórája lesz a világ alkotmánya és mindenki azt fogja csinálni, amit ő mond. Ha nem, akkor különböző szankciók lépnek életbe, ami szintén le van írva, most nem akarok fárasztani senkit ezzel. Ha az ezer év véget ér, akkor elpusztulnak azok, akik gonoszok voltak még az ezer évben is, és utána feltámad mindenki, kivéve azok, akik az ezer éves királyságban éltek. Feltámad mindenki, megítél mindenkit a cselekedetei szerint, és a hite alapján, és aki érdemes, az folytatja tovább a földi, Jeruzsálemben, ami lényegében mennyei, csak lejön a földre, és ott lesz ő maga, él az emberekkel. Ő maga úgy értem, hogy a teremtő atya. Szóval utána már mindenki az ő dicsőségét szolgálja, illetve őt dicsőíti, és aztán majd kitalálott valami programokat, de ezt nem részlet ez az írásban, szóval ebben nem tudok segíteni. <laughs> ez jó. E ebben, a, ebben a, végső fázisban is uh, mennyiben lesz ez egy anyagi anyagi testek, anyagi világ, anyagi korlátoktól függő, Aha. anyagi akár hormonoktól függőek az emberi testek, stb. Két, van egy átmeneti időszak, az az ezer éves királyság, ami egy, hogyha olvas... azt szerintem, szerintem azt ugorjuk át. Jó, oké. Okay. Jó, ez az anyagi lesz vagy sem. Nagyon kevés információ van erre nézést. Szerepel jelenések könyvében Ésaiásban, néhány vers ezzel kapcsolatban, de amit le lehet szűrni, az az például, hogy az örök élet fája ott lesz, illetve lesz egy. az életnek a víze, ami egy folyó, ami az ő trónjából jön ki. Amiből én azt feltételezem, hogy valamiféle. most, ha így akarjuk anyagcsere, hogy lesz az embernek, érted? Azt nem tudom, hogy lesz -e olyan anyagcsere, mint most, de az örök élet fája az gyümölcsöterem, az életvize az egy víz, amit az ember iszik, uh -huh. illetve lesznek emberek, akik, akik hozzák a dicsőségüket oda ő elé, majd szóval lesz valami, nyilván az egész az ő szolgálata és idézőjebe vett imádata vagy vallásos szolgálata körül fog forogni, de lesz egyfajta élet. De arra nem tér ki, hogy ott lesz a -e földművelés, meg, meg ilyen dolgok. Az embereknek lesznek különböző mentális állapotai, úgy mint boldogság, fájdalom, szomorúság, hidámság, nevetés. Azt mondja, hogy letöröl minden könnyet, és eltűnik minden boldogság, vagy nem, bocsánat, nem boldogság, minden szomorúság, meg betegség, meg ilyesmi. De az embernek az, a, az, ami téged szívai péterré tesz, az nem tűnik el soha, már. Szóval az, ami, ami téged... Hát a, a személyiséged, megmarad. így van, a karaktered, az megmarad, de az ő lelke, az örökre benned él, és ezért hát az ember cselekzi azt, ami helyes, mondjuk úgy, hogy uh -huh. az ő vezérlése által. De már addigra te demonstrálod, hogy te akarod csinálni. Csak van ez az átmeneti állapot, az élet, ahol demonstrálod kell, hogy te szeretnéd csinálni azt, amit ő jónak lát. Még akkor is, ha a világ korlátoz ebben. Szóval nem tudom csinálni, mert ugye... Hogyha lenne egy tabletta, vagy egy gomb, vagy egy ima, ami mondjuk valakivel, aki megölt valakit, Elintézi azt, hogy onnantól kezdve az Isten lelke úgy beleköltözik, mint ahogy, vagy lelkülete, mint ahogy most leírtad ebben a végső stádiumában a világnak az emberekbe, és onnantól úgy majd már nem akar bűnt elkövetni. Akkor szerintem az lenne a morális, hogy, hogyha ezt a tablettát, vagy gombot, vagy imát ezt elsütnénk ezekre az emberekre nézve. És akkor, a, és akkor megmentett, megmentettem egy életet. Ö, valamint megakadályoztam minden további gyilkosságot. Uh -huh. Anélkül, hogy ki kellett volna írtanom egy komplet személyiséget, ha. aki lehet, hogy értékes lenne. Igen. Azt hiszem, hogy a, az a fajta, a kettőnk közötti vélekedésnek a különbsége abból fakad, hogy a hitnek a, a jelentősége, illetve a fogalma az nem... Azonos kettőnknél, és nincs tisztázva, hogy annak mekkora kardinális jelentősége van ebben az egészben. Szóval alábecsülöd ab abból ítélve, amit mondok, vagy amit mondasz, bár lehet, hogy nem így van, csak nem tisztáztuk, de azt hiszem, hogy alábecsülöd a hitnek a jelentősége. A hit az a. Nem tudom pontosan, hogy mit értesz a hit szó alatt. A, a hit az a kapszula, ami amiről beszélsz. A, a megváltó eljött, meghalt, csak el kellene hinni, hogy ez így volt a leírtak alapján, és az lenne az a kapszula, aminek a segítségével te invitálod az ő szent lelkét uh -huh. magadba, és utána az segítene téged, és, és vezetne, hogy azt csináld, ami helye. Szóval létezik ez a tabletta, amiről beszélsz, csak nem egy fizikális tabletta. Ezért mondtam azt, hogy ha megpróbálnál spirituálisabb síkon gondolkozni, akkor, akkor megértenéd, csak talán megakadályozza a az, az életfilozófiát, hogy. Tehát te egy fizikális dologban gondolkozol, vagy legalábbis abba az irányba indulsz? Nem, nem abszolút nem feltétlenül. De egyébként, hogyha valamit akartam ezzel a tablettával. Ö, ja, igen, hogy azt mondod, hogy ez a hit. Na most, akkor ezt hogyan juthatna hozzá ez az ember, aki valakit megölt, ehhez a hit hithez? Aha, aha, igen. A. Az, az, az írás egyértelmű ez ügyben, hogy hogyan jutsz hozzá a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás pedig a, a Isten igéje által. Szóval el kell kezdened. Hát hallania kell Isten igéjéről. Hát vagy olvasni legalábbis, tudod? Szóval ide hallani is, amit mond, így van. Szóval hallani, de olyan értem, hogy hallgatni. Szóval nem arról van szó, hogy oh, igen, hanem azzal a szándékkal hallgatni, hogy én meg akarom érteni. Szóval keresnie kell az embernek magát. Nyilván ő az, aki hív magához, és akkor most felróhatnánk neki, egy jó, miért nem hív mindenki, de félretéve ezt, hogyha keresed az igazságot, akkor, mint ahogy elmondja, hogy aki zörget, az megnyitatik, meg a keres, az talál, stb. Szóval kell, hogy legyen az emberben belül egy indítatás, hogy ő a, az igazságot szeretné cselekedni meg azt, ami, ami helyes. És egy, hát visszakanyarodhatunk arra, hogy, hogy az abszolút, oda tehetjük-e, hogy abszolút igazság vagy nem. Ne, neked az abszolút igazságot kell keresned, nem azt, amit a világ meghatároz. És lehet, hogy egy kicsit Honnan szerzi meg ezt az indítatást? E, igen. Most azt hiszem, hogy Pál az az apostol, aki egyértelműsíti, hogy, hogy ő az, aki hív magához. Szóval Bre... Akiben nincs meg ez az az és ezáltal nem fog hallani, és ezáltal nem fog hinni, és ezáltal nem kerül a mennybe, az azért van, mert Isten nem adta meg neki az elején ezt az indítatást. Nem adta meg neki az elején azért, mert az az ember olyan eleve. De a többség De hát azért nem olyan. olyan, mert nincs meg az indíttatása, és ezáltal nem hallott, és ezáltal nem hisz. Nem, mert az igazság szeretet Tehát akkor ott a van. Nem, nem, nem. A, az igazság tehát nem, nem fekete-fehér minden ez biztos világos, szóval nem azt mondom hogy van egy réteg az embereknek aki olyan, hogy nem fogja hívni, mert, mert az az ember csak olyan, de a többség nem ilyen, a többséget hívja, a többség elutasítja őt, és inkább ez az a régi... miért utasítják el? Azért, mert jobban szeretik a gonoszságot, ahogyan azt János Hármos miért fejl... szeretik jobban? Azért, mert az ember az csak a bűneset óta megfertőződött ezzel a két maga. Az egyik vonza a felé, ami a testnek jó, a másik vonza a felé, ami a léleknek jó. De a kettő az ellentétes úton jár. És túlságosan nehéz ellenállni annak, ami vonz téged a, a test felé. Jobban szeretik azt, Miért nincs az embereknek több akaratereje? Miért nincs? Oda akarok kiukadni ezzel a sok miért kérdéssel, hogyha nem. visszavezetem, mindig az a vége, hogy például Isten miért nem adott nekik több erőt. vagy mondtad, hogy vannak olyan emberek, akik csak olyanok, ők miért csak olyanok. Én nem választottam a saját lelkemet, senki sem választotta a Bilágos. saját lelkét, senki sem választotta a saját akaratát, senki sem választotta azt, hogy egyébként mit hall a világban. Mi van, hogyha én egy gyilkos vagyok, egy muszlim országban vagy, vagy, egy, vagy Indiában is mondjuk soha az életben nem olvastam okay. a Bibliát mint ahogy a legtöbb itteni ember soha az életben nem olvasta az ottani szent könyveket. Tehát hogy annyi annyi rajtunk kívül álló dolog van, illetve hogyha visszavezetem ezt a sok-sok miértet akkor a végén mindig kijön az, hogy vagy az előttem lévő generációk, vagy az Isten teremtette így. De pontosan megértetted ez az a lényeget, ezek szerint. Vaj, mi kevés... Uh, Morális számon kérhetőség marad az emberem. Nem. Egészen. Az egyén, a konkrét egyénen. Ne, nem egészen, mert vannak, ezért mondtam, hogy vannak abszolút morális dolgok, amiket mindenki, amivel mindenki tisztában van, az például a gyilkosság az egyik. Szóval a világon mindenhol a gyilkosság az tilos, ugyanúgy, mint a lopás. Például szóval ezek abszolút morális problémák, azért, mert a társadalom nem működhet úgy. Szóval nem kell, hogy tudjál arról, hogy mi az, amit a tóra ír. Ez csak egyszerűen egy alapvető beléd kódolt morál és ez alapján működnek az emberek szóval meg, ha valaki nem hallott Jézusot tegyük fel, fel, nincs biblia ott, oké okay, nem baj, megítél az alapján amit tudsz erről az egészről és ahhoz képest hogy éltél, szóval egy buddhista ott lehet a mennyországban majd a végén kiderül, hogy ott lehet-e de ha nem hallott róla akkor is meg tudja ítélni valahogy és meg is fogja ez az egyik. De ami fontos, és amit, amit te. De akkor mégse kell a hit? Bocsánat. Azt mondtad, hogy hinni kell, hallani kell az írást, hogy Jézus feltámadt értünk, stb. Nézd, minden. Ezek szerint akkor ez mégsem kell. Nem, 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 nem. Minden nüanszra nem tudok választani. Azt akarom mondani csak, hogy megítél mindenkit az alapján, amit tud, meg ahogy viselkedett. És majd ő eldönti mm -hmm. a vége. Hogyha te tartod magad valamiféle morális kódhoz, akkor te hiszel valamiben. Függetlenül attól, hogy azt mondod, hogy te ateista vagy, vagy akármista vagy. Mindenki hisz valamiben, és azért csinálja azt, amit csinál. Még ha te azt is mondod, hogy te nem hiszel egy istenben, tök mindegy. Valami miatt meghozod a döntéseidet, az a te istened, ami vezérel téged. Ha az te magad vagy, hé, nem vagy egyedül. De ha nem, akkor, akkor az, mindegy. Még egy dolog, az pedig a szülők. Hmm, ha tanítanánk az embereket arra, hogy a gyermekvállalás az több, mint szimpla reprodukció, akkor lehet, hogy mindenki jobban elgondolkozna és más döntéseket hozna. Mert akkor megértené, hogy az ő viselkedése hatással van az ő gyerekére. És te mondhatod, Ezzel azt, De ne, te mondhatod azt, hogy ez nem fair, hogy egy gyerek beleszületik egy alkoholista családba, de mit tudsz csinálni? Hogyha van egy két alkoholista, és azok házas életet élnek, abból lesz egy gyerek. Szóval ez az ő hibája, hogy az két alkoholista vállalt gyereket? Ez, ez érted? Amit próbálok mondani? Hát az az Isten hibája, hogy hogyan hangolta be az embernek a vágyait például. Vagy a testét, hogy a hormonok milyen erős hatást gyakorolnak rá, vagy az, hogy a szexuális ösztön a legerősebb mint közül, és szinte legyőzhetetlen. Nézd, nem akarok belemenni a saját magánéletembe, de szinte legyőződött le, de mégse. Mert csak le lehet győzni azt a... Ja, plusz uh, feltételezem, hogy az ateisták is a rohangálnak, azt erőszakolnak meg mindenki csak azért, mert ahhoz van kedvük éppen. Szóval csak legyőzhető. És biztos vagyok benne, hogy vannak nem hívők, mint ahogy ezerszázalék vagy ateisták, akik képesek uh, magukat tartani egy elkölcsöz, mert úgy gondolják, hogy nem fognak fűvel-fával lefeküdni. Mert egyszerűen az nem normális. Szóval ez, ez csak nem úgy van, hogy olyan nehéz legyőzni. Igen, nem egyszerű. De mégis megcsinálják emberek, akik szeretnének ragasz... Miért nem egyszerű? Mi lenne, ha egyszerű lenne? Mi lenne, ha egyszerű? Isten, Isten teremthetett volna olyan világot, ahol a bűn iránti vágyat legyőzni marha egyszerű. Minden bűn ilyen kis pitián lenne, fölmerülne egy kis vágy, azt mondom, pff, áh, inkább nem csinálom, hagyjuk, menjünk is tovább. Miért nem ilyen? Miért olyan akarat gyenge például az ember? Ez mind-mind Isten Ez teremtése. Egy... Aha. De egyébként eltértünk az eredeti tártól, hogy, hogy, hogy ha felfestetted a, a, a mennyek országát, ahogyan te látod, uh -huh. szerintem simán elférne ott valaki, aki korábban megölt egy embert. Mint ahogy hogy lesz, lesz ott egy somó ember, aki korábban, korábban bűnöket követett el. Mindenki olyan lesz ott. <laughs> Na, annál inkább. Csak Tehát, megtért hogy megtért életében. Ez a hogy nem... Nézzük ezt a megtért életében. Aha. Neked is volt az életedben, ha jól tudom, valahol 30-35 éves korod körül egy fordulópont. Igen. És azt, azt mondtad, hogy az élet az egy olyan korlátos időszak, ugye időben korlátos, ahol uh, kvázi bizonyíthatja, demonstrálja valaki, hogy be tud illeszkedni majd a mennyek országába. Mi lett volna, hogyha van mondjuk, tegyük fel egy olyan társadalomban élünk fiktíven, ahol 35 éves korban húznak egy vonalat, és aki addig nem elég oké, okay, azt mondjuk ott lemészárolják. Aha. És akkor az, én azt gondolnám, hogy az merülne fel benned, mint aki mondjuk pont éppen ezután érnél el az életednek arra a szakaszára, hogy elkezdesz megtérni, Aha. hogy basszus, miért nem hagytatok még egy kicsit létezni, és lám, tudjuk tényszerűen, hogy ezután megtértél volna. És az, hogy ez a határ most az én fiktív társadalomban mondjuk 30-35 éves korban húzódik, de feltettem a kérdést, hogy, mert, hogy mondjuk miért húzta meg Isten ezt nagyjából 70-80 évnél, ahol a többség meghal, vagy Magyarországon kicsit ennél kevesebb a várható tartam. De miért, miért húzta meg valahol mondjuk 120 év alatt? Mi van, ha valaki a 121. évben tért volna meg? Tehát teljesen önkényes és ráadásul fölösleges. Miért kell ezt a határt egyáltalán meghúzni? Hát nézd hogyha, én... hogyha örök lét lehetséges, és az emberek új és új inputokkal szembesülhetnek, hogyha az kell ehhez a hithez, és ezáltal a mennyek országába jutáshoz, hogy halljunk a Bibliáról, kialakítsuk a kellő attitűdöt felé, az igazságkeresésre, a vágy felébredjen bennünk. Gyakorlatilag minél rövidebb az élet. Mondjuk, azt mondanák, hogy tíz napos az élet, akkor rögtön éreznek, hogy hú, ez nagyon ámfer, mert tíz nap alatt azért baj mi kevés. ez van, nem tíz nap tíz év. Miért nem száz év, miért nem ezer év, De és annyi. egyáltalán miért van vége? Valószínűleg azért, mert először volt az életnek a vége, és utána kezdték el az emberek kitalálni ezeket a forgatókönyveket, hogy ja, nem, amúgy nem is hallunk meg, hanem lesz majd örök élet. Hát ez megnyit, megnyit. Térjünk az csak vissza csak az Isten morájára, hogy miért húz egy vonalat, miért végesíti annak a lehetőségét, hogy az ember megtalálja őt. Jó, ez, ez, ez szerintem relatíve egyszerű. Nekünk vannak itt kecskéink, hogyha az egyik szül egy ilyen, ami satnya, akkor azt levágjuk egy hónap múlva, azt Minek hagyjunk neki időt, mikor lehet rajta látni, hogy örök életében satnya lesz. Semmi haszna számunkra, útja fog megváltozni. Úgy lesz belőle nagy kecske, csak eszik, és ez a, se a lehet adni. És itt térünk vissza arra, hogy mi a morálnak a forrása. Az én morálomnak a forrása az a hosszú távú, kollektív, fenntartható emberi jól lét. Az Isten morájának a forrása pedig az, hogy ki fog engem majd a te élve örökké szolgálni és imádni a túlvilágon, és aki erre egyébként alkalmatlan vagy nincs kedve hozzá, az csatnya és levágjuk. Hát az ővé működik, a tiéd meg nem. Szóval ez ilyen egyszerű. A te morálod szülte azt a világot, amiben vagyunk? Amiben az embereket csak hagyjuk élni, hogy csinálják azt, ami jónak tűnik a szemükben? Alulbecsülöd a saját közösségednek a hatását szerintem. Tehát érdekes, amikor arról van szó, hogy a civilizáció a kereszténységen nyugszik, ezt a, ezt a ezt simán bevállalják Sok, a hívők. de arom, a, hogy a mai világban rossz, akkor hirtelen nem minden a kereszténységben hát nem most már egyértelműen a kereszténység hiánya. ez ezt mindenki tudja, aki figyeli a, a, napi politika változását, ezt, ezt szerintem elismeri mindenki, aki e, Látja Én azt gondolom, hogy a világnak a jobb átételéhez nem több dogmatika kell, hanem több, több odafigyelés, több megfigyelés, több tapasztalatszerzés <há> ez, ez a, egy a valóságról, hogy mi működik és mi nem. Jó, válaszolnom kell de -e engem azzal, hogy utopisztikus a igen, világ de válaszolnom nézetem? kell egy csomó minden elhangzott. Ezek után, amiket ma Igen, elmondtál. igen, az, az utópisztikus, amiről beszélsz. De... Jó, válaszolj, bocsánat. Szóval ez az utóbbi dolog. Mi, mi volt ez? Mert ezt most már ki akarom ja, csak kevesebb vagy több Nézd. lehet, és csak... szerintem a kevesebb jobb. Fer. Én értem, hogy szerinted mi van, de, de, de kevesebb van, és így lett a világ. Szóval addig, amíg, amíg nem lehetett elválni, volt egy világ, akár hiszed, akár nem, vagy az, aki hallgatja ezt, amikor nem lehetett elválni Magyarországon sem. A törvények változtak az évszázadok során. Először... Te beszélgettél olyan emberrel, akinek nem lehetett elvárni? De, de, de várj egy picit, csak... világ De volt. Ne, csak most fejezzem be, és utána nem tudod, hogy milyen világban nem voltál ott. De a lényeg az, hogy azt tudjuk, hogy ma milyen világban élünk. Azt nem tudjuk, hogy akkor milyen volt. Csak azt tudjuk, hogy ma milyen van. Csak azt látjuk, hogy mit írtak, meg mit mondott, meg akármi. De a lényeg az, hogy ahogy kerültünk egyre távolabb attól, úgy sodródunk a kihalás felé. Ezt ezt ha nem látod úgy, hogy kihalás felé sodorunk, én sajnálom, de nem születik elég gyerek fizikálisan ahhoz, hogy a faj fennmaradjon. És ez annak a gondolkodásmódnak az eredménye, hogy eltávolodtunk attól, ami judeo-keresztény volt. Ez evidens, hogy ez így van. Most már azt se tudjuk, hogy ki a fiú, ki a lány, míg ez eddig világos volt. Ez az egyik. A másik az, hogy 120 év vagy sem, mennyi időt hagyjak az embernek, hogy megváltozzon. Örökké nem hagyhatom, Miért? hisz csak örökké hülyeséget de, fog csinálni. Plusz, még annyit, annyit is, át, átadom, igen, azért határoztam meg 120-ban, mert annyi elég kell, hogy legyen, szerinte. Hogy szerinted nem, oké, okay, mivel magyarázod, hogy szerinted nem? Mikor ő úgy határozta meg, aki tudja, úgy döntött, hogy 60-70 év 100 elég. A következő pedig az, hogy nem ő az aki etett minket a feldolgozott élelmiszerem, meg a cukorra, meg a sóva, meg a, a moslékkal, amit eszünk, meg veszünk a boltba, meg a tartósítószerrel, meg a rovarölővel, meg a gyomírtóval, nem ő az, aki füstöli a levegőt, szóval, hogyha azt keresed, hogy miért 60-70 évig élünk, lehet, hogy fel kéne tenned a kérdést azoknak, akik irányítják a világot, ez alapján a morál alapján, amit úgy tűnik, hogy te szeretnél, hogy legyen, hogy majd mindenki felvilágosodik, meg megérti. Most egyelőre úgy tűnik, hogy úgy értettük uh -huh. meg, hogy a kihalás felé sodródunk. Ahogy távolodunk el a Bibliától, úgy sodródunk a kihalás felé. Az az érdekes, hogy én egyetértek a világról alkotott képednek a 90%-ával. Ahogy ugye egyre többet beszélgetünk, amit most mondtál, Rengeteg morális kérdésben, rengeteg életviteli kérdésben, uh, amúgy egyetértünk, csak szerintem a, az, hogy ezt mivel indokoljuk, a te képed, az túl ilyen kétbites. Hogy van ez, neked van egy utopisztikus képed arról, hogy mi volt, uh, idézem, több ezer éven át, nagyon jól működött, uh, amikor egy ilyen képzett több ezer évben. A, a, a Biblia törvényeit tökéletesen betartva élt az emberiség. Nem, 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 én ezt azt mondtam. Ugye az igazságszolgáltatását tökéletesen betartva. Sose tartotta be tökéletesen. És nem hogy tart. akkor, és hogy akkor, oké, okay, és hogy akkor minden, minden jó volt, és hogy ha újra ez lenne. Tehát ez egy ilyen klasszik nem, nem, nem. visszarévedés egy ilyen idealizált korba, ami valószínűleg sosem volt. Hát az lehet. embereket az hogyha az embereknek például a létbizonytalanságát csökkentjük, ez bizonyítottan csökkenti a mindenfajta bűnözésre, és hát ez korrelál a morállal is, bűn elkövetésre meg a szaporodásra. csökkenti. Oké, okay, lehet. Hát uh, ja. uh... ez egy probléma. De érted, hogy van ez a, van szóval egyetértünk nagyon sokban a, a, a világ, egyébként vicces, mert ennek a felvételnek az eleje felé mondtad, hogy túlszaporodjuk a bolygót. De nem, túlszaporodjuk. Nem, 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 én nem mondtam azt, hogy túlszaporodjuk. Én azt mondtam, hogy amíg csinált... Én ugyanazt mondtam, mint most. Amíg csináltuk azt, amíg tartottuk magunkat, nagyjából... Ne, nézd, nem kell, hogy az ő törvényét kövessük, mert a középkorban sem úgy éltek az emberek, hogy követ, de legalább félték őt. Értesz? Legalább bennük volt az, hogy van valami fölöttünk, amihez... Ne, ami... Majd meg fog ítélni minket. Bennük volt az a félelem. Most, hogy elvettük ezt a félelmet, a tudomány mindenféle hazugságának köszönhetően. Most az ember megmutatja, hogy mi van valóban a szívében. És ezt látnod kell. Az ember, a így van, az embernek, az embernek mindig is voltak destruktív hajlamai. Uh -huh. Én azt mondom, hogy a te megoldásod nem megoldás, hanem fölvázolsz egy. egy, egy ilyen festett képet arról, ami régen volt, és hogy bezzek, ha ugyanez lenne, de közben 78 ponton deklarálod, hogy ez egyébként hogyan lehetetlen, ezt tehát nem, soha nem, nem, fogjuk nem. megtudni. Én nem mondtam, hogy bárcsak és örökké, az És örökké lenne. közhetünk az, az ára a szemben, hogy elérjük ezt az utópiát, ami soha nem volt és soha nem is lesz. Tehát de igen, utópia Én nem azt lesz. gondolom, hogy az egyes, az egyes kérdéseket önmagukban és részleteiben kell vizsgálni. Nem, nem jó egy ilyen kétbites dolgot ráhúzni, hogy bezzeg régen, és hogyha most is olyan lenne, mint régen, és akkor itt van ez a törvénykönyv. Az Sajnálom, a legjobb. de én nem ezt mondtam. Ez, 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 ez marha jó. Én lenne. nem mondtam azt, hogy én, hogy az, az volt az az utópia. Én, én csak azt mondtam, hogy az jobban működött, mint a mostani. Na ezt, ezt, én, ezt, én, ezt én tagadnám. De, de én nézd, nem, csak a, a, nem tudod tagadni, mert objektíve jobban működött. Akkor még az emberek tudták, hogy mi a fiú, meg a lány akkor még hát nem. Objektíven opera... azt mondod, hogy objektíven az jobban működött. Nem mindenféle mérce alapján jobban működött. Mert egy darab mérce nincs, ami Tovább éltek az emberek közelebb voltak a természethez. Tovább éltek az emberek. Még hogy nem. A születéskor várható élettartama az szerinted mondjuk az első évszázadban nagyobb volt, mint most. Csak nézd meg a királyok hát mennyi Millió forrásból tudjuk, hogy... De hogy ugyanabból a forrásból tudjuk, amelyik azt mondja, hogy a gyerek eldöntheti, hogy fiú akar lenni, vagy lány. Maradjunk annyiba. Na és ilyen összemosásokat követsz hogy így összemosol olyan területeket, hogy az ugyanaz a forrás, az a, az a de... Mondjuk történelemtudomány, vagy szociótudomány, honnan amelyik, azt, a amelyik megmondja, hogy vagy mondjuk a, ugye az ilyen, uh, nem a szó, vagy, a, 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 vagy, mondjuk a régészet, vagy a, a, mindenféle kormeghatározás, meg az idevágó biológia, Persze. amelyik, amelyik, amelyik az mondjuk űrkutatás. azt mondja, hogy... Nézzük itt az átlagos. Hát de ugyanaz, uh, nézd, ha szóval valaki a, hazudik. A embereknek az átlag életkora mondjuk 42 év. De jó, volt. honnan tudod? most meg a várható élet mondjuk 80 év nyugaton, és azt mondod, hogy ezek az emberek, és ez a tudomány ez ugyanaz, mint amelyik a gender dumákat Hát de így ja. van. De... Na ez, ezek, az... ezek azok az összemosások, nem, ez, ez az ez a kérdítes nem. gondolkodás, nem. ami hmm. ellehetetleníti az értelmes diskurzusból, ah, az egyáltalán. értelmes vizsgálatát bármelyik témában. Nem, nem, csak fáj az ez Ennyire az a összemosol teljesen más, teljesen más embereket, teljesen más a, a, valószínűleg. Ha tegyek emberek, fel, akkor egy kérdés a, most már, ha már itt vagyunk. Az edukációjuknak a kezdetétől kezdve teljesen ne, más ne, ne, nézd irányba akkor, mozogtak, akkor jó. teljesen más érdeklődésre. És te azt mondod, hogy mondjuk egy. Uh, egy, egy, egy régész, az ugyanaz mint a gender aktivista. Nem, nem erről van szó. Hát ezek e, után e, nem, nem csodálom, De a gender hogy aktivista, meg a régész az nem is ugyanaz a, a kategória, dolog, mert ugye a gender aktivista az egy aktivista, a régész meg egy szakember. Nem. Szóval ez két külön kategória. De a lényeg az, hogy ugyanaz az oktatási rendszer képezi ki a pszichiátert, aki azt mondja, hogy igen, egy 8 éves gyerek el tudja, dönteni, hogy fiú vagy lány, mint amelyik a régészt kiképzi, mint amelyik az orvost kiképzi, de vagy egy vagy job... nem, azt mondod, hogy nem, nem azt mondod, hogy nem mosod össze, de közben összemosod? Hát hogy mert ugyanaz, ugyanaz a rendszer. Ki... rendszer. Ó, de nem. Ez nem így. Jártál már oktatási rendszerben? Nézz elég sok időt, leszél... annyit biztos, mint Voltám... te, vagy akárki más, aki hallgatja. Szóval pontosan tudom, ezek hogy mi egy... az, ami ott történik. De nincs, nincs. tehát hogy más, fizikailag más intézmények vannak, más emberekkel. Ne, ez, ez, ez Te, amit mondasz... Azt... Hogy, hogy, van egy ilyen hiperszervezet az oktatási rendszer, ahol, ahol, ahova mindenkibe van tagozódva, és mindenki tökéletesen végrehajtja a tervet, tehát, hogy... És ne, ez kiképzik, mint, ki mint egy robotot. Ne, ne, kiképzik, mint egy robotot. Tök mindegy, hogy hova jársz. Megvan a... a... Az, hogy mi az, amit, tanítani akarnak a világnak. Hát én, én csak azt nem értem, hogy hogy nem lehet azt látni? Hogy azt mondod, hogy a pszichológus, az a pszichiáter annyira elferdült az oktatási rendszer következményeként, hogy azt állítja, amiről már most ezerszer említést tettem, de az összes többibe szentek vannak, azok mind szertek, és azért dolgoznak, hogy neked jól nem, legyen. Úgy, én nem, azt bár, bár, bár. én azt mondom, hogy az elferdültség szintje az igenis lehet Jó, más. Jó, oké, akkor mondok egy másik Tehát példát. Te azt mondod, hogy itt van, itt van a rendszerben egy valaki, akivel nem értek egyet, és egyébként én sem értek egyet vele, mondjuk ezzel a nemi szerepeket uh, túl relativizáló Jó, hát, az, azért nem, nem egy valaki. Ebből következőleg a régész az egyiptológia és közelkelet szakon szintén hülyeségeket beszél, és amit kiás, mondok, az nincsen egy másik úgy, és akkor... igenis az első évszázadban 120 év volt a várható élettartam. Nézd, nem tudjuk, hogy az Te első évszázadban mennyi volt. Honnan tudod, hogy az első évszázadban persze, mennyi de Mondok későt, egy másik későt. példát. Szóval akkor azt akarod nekem mondani, hogy azok a, az orvostudományi intézetek, akiket a gyógyszerészeti gyógyszeripari cégek, illetve az orvos eszközök egy gyártó cégek támogatnak, azok azért dolgoznak ét nappal éve, hogy téged meggyógyítsanak, úgy tűnik neked a egészségügyi rendszer, hogy ez úgy működik, miközben tudja mindenki, hogy a gyógyszerértékesítő, az fizet az orvosnak, hogy azt a gyógyszert adja el. Ez Magyarországon is így van. V én tudok. Egyetértek? Né? Jó, ok, egyetértek, ak 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 ok, egyetértek, várjál, szomorú, a egyetért, ez az azt jelenti, hogy ha az ez már egy második. Régeszhez. Ez már egy második terület. Nem még köze a régi. Ez már Hez. egy második terület. De, de, Volt a pszichiáter, meg a pszichológus, most már az orvosnál vagyunk, meg a gyógyszeriparnál. Jó, Menjünk el a politikába. akkor én is más vallásoknak megkérdőjelezhető morálú embereit, és kenjem össze vele a te vallásodat? Nézd, mert, én abban bízom, tehát, hogy aki hallgatja bár, ezt, az bár érti, amit mondok. Összetudok. Hogy a, aki hallgatja, az a, érti, amit összetudunk, mondok. tudunk mosni dolgokat, Ez egy más kategória lesz amúgy is, amiről te összetudt. beszélsz. Amiről én beszélek az az, hogy ha az oktatási rendszer olyan torz, hogy kiképez embereket, akik, akik megvakítanak egy egészséges embert, mert az azt mondja, hogy ő születésétől fogva vaknak gondolja magát. Mennyi, mekkora területet érint ez a pszichiátria meg a pszichológia. Jó, oké, tegyük fel, ezt csak a pszichiátria meg a pszichológia. És akkor meg az csak a gyógyszeripar. Eznek mert... azoknak is bizonyos területei és azoknak is szélsőséges esetei, amiket nagyon nem, helyes, ez Nem, hogy felhozol, az ez nagyon, nagyon nem szélsőséges, ez a ez egyáltalán nem szélsőséges. Ez most Ezek már nagyon egy... károsak, de ennek semmi köze az első század életkor De nem is tudod, hogy mennyi volt az életkor az első században? Ugyanaz... Honnan tudod, hogy mennyitok nézni? le tudjuk kutatni. Hogy tudjuk? Most a módszertan érdekel, hogy kiássuk a csontokat. Honnan tudod, hogy mit nézzük a méretüket, Honnan tudod, hogy mit mondott Arisztoteles? Honnan tudod, hogy mit mondott Aristoteles? Oké, honnan tudod, hogy mit mondott Jézus? Ezt játszhatjuk ezt a játékot. De, hogy én, én nem meg tudom, én legalább meg tudom mindenki... indokolni, és akkor elmondom neked, hogy honnan, hogy honnan tudjuk, hogy ez a 20 ezer kézi. írásos forrásokra. Mennyi írásos, írásos forrás van szerinted Arisztotelészre? Mennyi van szerinted Daristotel... sincs. De én tudom. Sincs. Ezért kérdeztem. Van. De nézd, azt nem, ak... figyelj, nem, ne, ne, nem tudok pillanat. vitatkozni, az arányérzéked teljesen el van borulva. Szerinted? Tehát meg, tudsz, meg tudsz mutatni egyes, egyes példákat, és akár sokat. Hát elég sokat, Me, ja. Meg, meg ki tudsz emelni bizonyos példákat. Igen, úgy de, tűnik. De nem tudsz oda, de nem tudsz oda eljutni hogy ebből általánosíts, és összemosol Mondod teljesen te. egymással, összefüggésben Nézd, nem Nézd, ezt lévőteni. majd az emberek, akik hallgatják, eldöntik, hogy így van. Ez szerinted így van? Én azt akarom mondani, hogy még minden példa, amit mondtam, az demonstrálta azt, hogy a tudományterületek igenis eltorzulnak, ahogyan az emberiség torzul el. Te azt hiszed, hogy a régészek, meg a... mit tudom én kiről volt most szó, ezek, akik a, a semmiből megmondják, hogy hány éve élt egy, egy ember 6000 éve, azok az emberek, azok mm -hmm. valamiféle szentek, akiket ö, érintetlenül hagyott az a korrupció, oh, ami, ami. Nem, nem, mondtam De, de ezt mondtad. De, de pontosan ezt mondtad. Hogy mondtam, hogy szent, te moz... kizárólag a testházból hangzott el, hogy azok szentek. Te... Nézd, ne, szó szerint nem ezt mondtad, de ezt, ö, ezt jelenti de az a De Szó amit szerint mondtad. ezt mondtad, mert emlékszem. Igen. Nem, 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 azt mondom, hogy, hogy te amit mondasz, az alapján ez így jön ki, hogy nem, nem, ez nem. a korrupció, a baj, ez nem is... érintette csak a pszichiátriát, meg, nem, meg nem, azt a másik nyolc területet, területet, amit mondtam, mondtam mert érdekes Ugyanazt módon a az politikusokat az összemosást... is érintette. Érdekes módon a politikusokat is érintette. Ugyanazt az alkalmazód, tehát a, a, az van, hogy az emberi rendszerek azok általában tökéletlenek, mert az emberek összedolgozását, kooperációját, azt nem igazán fejtettük meg még a mai napig, tehát a szervezetfejlesztésben, a, a meg mindenfajta menedzsment elméletben hatalmas hiányosságok vannak, és ennek rengeteg-rengeteg externáliája van, olyan hatások, amikről, amikről most is beszélsz. Tehát vannak a rendszerekben rossz incentívek, amikből aztán rossz kimenetelek lesznek. Ez, az élet szinte minden területén megvan, ahol emberek dolgoznak. Akkor a régészetben együtt, nincs. Azt hiszem, hogy ez a, ez a közös pont. És a régészetben valószínűleg is? Valószínűleg a régészetben is jó, megvan. Köszönöm. de De vannak fokozatok, tudod, ez az, ez az, amit te nem tudsz úgy tűnik látni, a fokozatokat, hogy mennyire jellemző, vagy hogy hogyan választott ki a, a, a mintáidat, meg hogy a régészetem belül is, mondjuk maradjunk ennél, valószínűleg egyébként rossz szót használunk, mert nem a régészek mondják meg, hogy egy... Antropológia eh, mondja meg, de mindegy. Jó, oké, okay, tehát mindegy is, bármelyik uh, tehát kiválasztasz ilyen... Mint ahogy te is. Hú. Mindannyian kiválasztunk, igen, de, de a bizonyos, például a kor meghatározás kérdése sokkal jobban és sokkal több szemszögből körbejárható és megvizsgálható, mint mondjuk írásos források hitelessége, és még annál is túl van Ez nem igaz. a transzcendensről állított források hitelessége. Tehát, hogy a a, a a a... a, a az, hogy mekkora magabiztossággal hiszünk el bizonyos dolgokat. Ennek a mérhetősége és a, a bizonyíthatóságnak a szintje az különböző. És az nem úgy van, én értem, hogy úgy tűnik, hogy te ebben a világban élsz, ahol, hogy ahol minden rendszerben megtalálod a hibát, és aztán egyrészt minden rendszert, minden rendszerrel összemosol, Mint hogy te is az, az egész rossz. Másrészt pedig a, az, az adott hiba jellemzi az egész komplet rendszert. És akkor valahogy így kidobod a, a gyereket is a fürdővízzel együtt, és azt mondod, hogy, és te mondod azt, hogy valami szent, hogy előhúzod ezt a régi könyvet, a Bibliát, és akkor azt mondod, hogy na ez viszont, ez minden próbát kiáll, miközben De ok láthatólag akkor, ezer sem Akkor mondhatjuk azért. azt, hogy te meg kiválasztod azokat, akik, akik szerinted valami, te meg úgy döntesz, hogy az információ, ami eljut hozzád, az meg valami módon olyan emberek, Nem. De ezt... Várj egy picit. Én, én mérlegelem ő... a dolgoknak a leellenőrizhetőségi szintjét. Például az, hogy 6000 ezer éve, olyan hó, Hány évig élt egy ember az leellenőrizhető, meg Arisztoteles... Is... Elhiszem, hogy kontra, kontraintuitív, de működik. Na és mi alapján választott ki ezeket? Ellen szem, akinek szemben hiszel. azzal... Nézd! Mi alapján hiszed el? Most azt el? akarod mondani, hogy a, ha... Nézd! Most ide kanyarodunk, ez a tudomány is hit című. Hát de úgy tűnik, fenyezer. hogy az lesz a vége. Mert valami a, alapján a, a csak hiszel, hogy. A, a, Várj meg valamilyen. Fokig Van olyan a tudós, aki hit, azt mondja, hogy az de emberek akkor, régen százító. viszont a hit is tudomány, és a hit rendkívül rossz tudomány. Hit az nem a legrosszabb minőségű tudomány a hit. Mint ahogy a de tudomány a is. Hitben is. A hitben is, mint ahogy te magad mondtad, hogy hallani kell róla, tehát ugyanúgy feldolgozol inputokat, és aztán azokhoz valamilyen hozzáállásra állsz, és beépíted a világképedbe. De be. a hit nem állítja magáról, de hogy ez egy tudomány. Az tudás. De az. Tudás a hit, olyan értelemben, a, a, hogy... El... Ha a hitre alapozol, ugyanúgy megfigyeled a világot, valamilyen inputok érnek, és abból összeraksz egy modellt. De, de elkanyarodtunk oda, ami Csak a az a különbség, van. hogyha a hitre építesz, akkor nagyon rossz, nagyon kevés mennyiségű megfigyelést használsz, és emiatt a modelled nagyon rossz lesz. Miért? Te, te mi a, mit használsz, tehát, amiből megfigyeled, a, hogy, hogy a mennyi hit? Szerinten a mit tudományban használsz, ami nagy mennyiségű megfigyelést használunk. Ez a, ez a kulcsa. Nagy mennyiségű, sok ember, sok szempontból. És mivel sok ember van benne, ezért amiket mondtam, az emberi összedolgozásra vonatkozó korlátaink, amiket még nem igen meg, vagy nem elég jól, azok minősíteni fogják, kicsit rontani fogják, de még mindig sokkal-sokkal jobb, mint az a tudomány, ami a hit. Tehát, hogyha mondom, ha a lehet, hogy az, hit, az emberek akkor szám... a hit is tudomány, és a hit nagyon-nagyon, nagyon rossz tudomány. Hát szerinted, mondod te, úgy, hogy nincs is fogalmad róla, hogy hogyan működik például a kéziratoknak a vizsgálata, de nem is ez a lényeg. A lényeges inkább az, hogy mi a bizonyíték, illetve mi a biztosíték arra, hogy nem lesz 20 év múlva, nem fognak ugyanúgy majd fordulni ezzel, mint ahogy fordult a genderügyben, vagy vagy ahogy hazudnak a politikában, vagy ahogy hazudnak nyilvánvalóan a gyógyszeriparban, vagy a orvostudományban, azzal kapcsolatban, hogy 6000 éve az emberek 100 évig éltek. Én nem tudom, hogy mi a bizonyíték erre, hogy 6000 évvel ezelőtt 30 évig éltek az emberek. Én nem látok erre semmit. Ugyanúgy, ahogy nem tudod azt sem, például, hogy Mátyás király hány évig élt? Honnan tudjuk, hogy Mátyás király hány évig élt? Aki írta a krónikát, az Anonymus volt. <laughs> Nem volt neve. Szóval, és ez a bizonyíték számunkra, hogy van belőle itt-ott egy-két könyv. De, hogyha én azt mondom, hogy a, az Új Szövetség kézirataiból van 25 ezer kézirat maradvány, amiből néhány száz évvel az események után már létezik mm, leírás, olyan, olyan értelemben néhány száz év, vagy már 125 körültől vannak írásos emlékek, ami, csak, néhány, csak egy száz év, míg az arisztotelészes dologra visszatérve, több ezer évvel későbbről van az első leír, írásos emlék arisztotelészsel kapcsolatban, de pont nem arisztotelész, hanem valami másik okos, de, de azt elfogadjuk, azt tanítjuk az iskolába, hogy ez olyan okos volt. Közben 1300 év eltelt az ő élete, meg az első írásos emlék között. Úgyhogy van belőle néhány tucat míg az új szövetségi íratóból van több ezer, de az mese. És tanítjuk az iskolába, hogy ezt mondta a Arisztot... Ariszt... Azt Mind tanítjuk, egy, hogy ezt mondta Arisztotelész, és azt tanítjuk, hogy ezt mondta a Biblia. De nem, nem, tanítjuk. Nem, nem, nem arról van szó. Nem azt tanítjuk, hogy amit Arisztotelész mondott, az úgy igaz, és nem is az, hogy a Biblia úgy igaz. Tehát az, hogy. A, a, az, hogy hány forrásod van, meg mikor, meg ilyesmi, az nem minősíti a dolognak Hogy a, a francban nem minősíteni? Tartalmá. Már könyörgöm. Hát 1300... Hát most, a 125 év, az hol kevés szerinted? Az nagyon sok. 100 az év. Pont elég arra, hogy kiszíneződjönek történetek. De az 1300 év attól még úgy van. Oké. Okay. És akkor ebből mi következik? Ebből az következik, hogy azt elfogadod, hogy az, nem fogadod, az, vagy, hogy nem az arisztotelészi logikát... Nem ez a lényeg? De, de, de pontosan ott tartunk... A, amiben szeretném demonstrálni mindenkinek azt, hogy amit hisz a világról, az nem úgy van, nem lehet úgy. Azért van úgy, mert nem néz utána a dolgokra. Mikor olvasgatja a könyvében, a történelemben, hogy ezt mondta Szophoklész, meg ezt írta Arisztotelész, nem tudja senki, hogy mit ért. Azt tudjuk, hogy 1300 évvel később, mikor ő élt, mi az, amit leírt valaki azzal kapcsolatban, hogy ez mit mondott de azt elfogadjuk úgy, hogy ez Arisztotelész. De hogy Jézus nem élt, az közben végtelen kézirat van meg idézett. Több millió idézet van az elmúlt 2000 évből, írásos idézet, ami nagyjából egyezik egymással. Olyan szinten, hogy nehéz hibát találni benne. Érthető? Ezért mondom, hogy nem S tudod, hogy speciál, hogy működik. Én nem tagadom, hogy Jézus élt volna, viszont Lehetetlen nem észrevenni azt az elképesztő kettős mércét, ami szerint senki nem tudhat semmit a világról, te viszont az összes dolgot tudod, hogy hogy volt, és az mindegyiket elvitathatatlan magabiztossággal. Ezzel nagyon nehéz vitatkozni. És én értem, nehéz. és tudom, hogy bizonyos területnek ö, nagy szakértője vagy tulajdonképpen, vagy bizonyos területben nagyon nagy mértékben beleástad magad. De lehet, hogyha megtennéd ezt egy másik területtel, akkor ott is rájönnél, hogy, hogy ott is van igazság. Szóval ezzel, van igazság. ezzel a szintű kettős ezt... mércével nagyon, nem nagyon lehet dolgozni. Igen, és igazad van abban, amit mondasz. Én elfogadom azt, hogy ami a Bibliában le van írva, az az igazság, és az úgy az igazság, ahogy le van írva, még akkor is, hogyha vannak, tisztában vagyok van, hogy vannak változatok, nem minden, mindenhol ugyanaz, de egyet kell, hogy értsen, nem az, hogy egyet kell, hanem egyet ért azoknak, az embereknek, akik szakemberek ezeken a területen, mert ha hiszed, hanem van egy szakterülete. És azokat a szakembereket nem ért el ez a korrupció, ami minden más. Azok az emberek ugyanazokba az iskolákba jártak. Ugyanaz az oktatási rendszer nevetek. A Biblia Ki mellettük el? áll. Értesz? Szóval én legalább mindig vissza tudok menni oda, hogy én hiszem, hogy a Biblia az igazság, ezért, ezért az mellettük áll. De a másik az, hogy a hívők és nem hívők jelentős része egyetért abban, hogy a kéziratok, azt nagyon nehéz megcáfolni, hogy a kéziratok azok ugyanazt mondják. Nyilván vannak olyanok, akik nem értenek egyet, stb. De azt akarom neked mondani, hogy a bibliai kéziratokból van 5500 darab görög nyelvű kézirat az elmúlt 2000 évben. Van 30 ezer durván különböző nyelvek, kopt, etióp, stb. Amik nem az eredeti nyelv, de még mindig Évezredekre visszamenőleg léteznek. És ha ezt még mm -hmm. távolabb megyünk, akkor biztos István az egyházatjákat hallottál erről, de a korabeli idézetek, ahol emberek idéztek ezekből a művekből, abból, tő, abból egy millió van durván, vagy több mint egy millió. Szóval azt akarom mondani, hogy ilyen mennyiségű bizonyíték van arra, hogy az új szövetség az 99%-ban úgy, hang, úgy hangzott el a történelem során mindig. De arra nincs bizonyíték, hogy Arisztotelész mit mondott. Ennek ellenére az És arra is... sincs bizonyíték, hogy amit az új szövetség mond, az tényleg úgy történt. Igazad van, hogy arra nincs bizonyíték, hogy úgy történt, de legalább a kéziratok egyeznek abban, amit állítanak. És rendelkezés. Tehát egy nagyon népszerű könyvről beszélünk. Ami nem könyv, hanem írások. Ne felejtsd el, hogy könyv nem létezett még 1500 Ez egy nagyon népszerű írásmennyiség. De ez fontos, beszél. bocsáss meg, hogy nem létezett könyv, mert mindenki arra gondol, hogy másolták ezt a könyvet. Nem. Ezt nem lehet hamisítani. Nem tudsz hazudni évezredeken keresztül mindenhol ugyanazt. Hogy valósítod meg? Nem tudod megvalósítani. Ne. Nem lehet. Tudom, még a könyv lehet fikció. A könyv lehet fikció, ebben igazad Az egyetlen dolog, amit bizonyítottál, hogy ez egy nagyon népszerű írásmennyiség. Igen, de, de azért az furcsa, nem, hogy évezeteken keresztül ugyanaz maradt mindenféle földterületeken, meg mindenféle nyelven. Nekem nem különösebben. Neked nem, de te el is fogadod azt, hogy Arisztotelész azt mondta, amire semmi bizonyíték nincs, és még a kutatók is elismerik, hogy nem tudjuk, hogy mit mondott. De egyébként megkeresem most már ezt a linket, és be fogom linkelni, hogy mindenki láthassa, hogy nagyon, nagyon, rá vagy fixálódva erre az arisztotelészre, Ez csak egy példa. nem tartom relevánsnak. Igen, de az... az hogy... ez, 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 ha, ha, más, ha, ha, ha van ennek relevanciája, az az, hogy rávilágít erre a kettős mércédre hogy bizonyos, hogy bizonyos területeket kompletten diszkvalifikálsz, gyakorlatilag mindent, nem, nem, és nem. egyetlen egy területet pedig kompletten elhiszel. Tehát olyan szinte hiányzik a nüansz ebből a gondolkodásból, hogy nem nagyon látom, hogy hogy lehet ez gyümölcsöző. Hát nézd, az én életemben el... Én Szokratész egyébként, bocsánat, akiről szó van, szóval elnézést kérek. <laughs> ja, nem, Arisztotelész is van itt, de de Szokratész az, aki, fel tudnám olvasni, mert ilyen megdöbbentő dolgok vannak benne. De ugyanez érvényes erre a, ezt onnan jutottunk el ide, hogy te mondtad ezt, hogy száz, vagy harminc, vagy nem tudom, bocsánat, azt mondtad, hogy kevesebb életkori, ideig éltek. Mert az. azt mond, igen, igen, mert a a, a, a régmúlt utópiájára reagáltam. Igen, de, de hogyha megvizsgálja valaki, hogy mennyi ideig éltek azok az emberek a történelem során, Arisztotelész például 384-től 322-ig élt, szóval 62 éves volt, úgyhogy nem 40 volt, vagy 30. És az időszámításunk szerint volt valahogy. Érthető? Szóval az nem igaz, amit, amiről beszél a tudomány, hogy akkor az emberek 20 évig éltek, meg 30. Mikor Arisztotelész 60 évig fú, el. Nagyon vissza kell mennünk első osztályba. És utána zárjuk le, mert elment az időnk. De nem tudom, tudod-e, mit jelent az átlag kifejezés, és egy ilyen bonyolult kifejezés, mint átlag életkor, meg várható átlag életkor. Tehát, hogyha az átlag életkor tíz éve egy társadalomba, attól még mindig és lehetnek az emberek. És honnan tudod, hogy 5000 évvel ezelőtt mi volt az élnek, átlag, ha már értem, Érted, hogy, mi, érted hogy miről beszélek, hogy egy fogalmat próbálok tisztázni? De honnan nem tudod az beszél? átlagot 5000 évvel ezelőtt? Most, most nem állítást tettem, hanem azt mondtam, hogy a, én mondtam valamit, hogy ennyi volt a várható átlag élettartam, te pedig hoztál egy példát, hogy de van egy kivétel, tehát nem annyi volt miért? az átlag élettartam. hány Ez olyan szintű, de akkor nem érted, vagy nem érted, vagy nem akarod érteni, hogy mit jelent ez a szó, mi? hogy átlag élettartam. Mert ha tudnád, vagy akarnád érteni, hát akkor nem mond? hoznál fel egy Ezt példát meg... arra, hogy van egy példa, ami nem az átlag. Sajnálom, hogy Az nem. átlag az egy eloszlásból alakul ki. És, és hány az embert, embert vizsgáltak meg 6000 évvel ezelőtt? A te átlag. Na, látod, M köszönöm szépen. Kell. És az, attól lenne hiteles, köszönöm. amit én mondok, hogy elmondom neked, hogy darabra hány darabot vizsgáltak hát meg? Nem te mondtad el az előbb, hogy az átlag azt jelenti, hogy számosat megvizsgálom. Hogy ha, ha egyet Igen. hozok, az nem elég. Mennyit vizsgáltak meg a te tudósait, hogy kihozzák az átlagot 6000 évvel ezelőtt? Vélhetően elég sokat. Vélhetően. Ez a tudomány <laughs> elég tudták? régóta létezik, és, és elég régóta archeologizál. Elég régóta. És hány ástak ki szerinted az évek során? És fontos tudnod? Hát te mondtad az előbb, hát hogy az átlag azt jelenti, hogy sokat kell. Minta. Hát így, na, pontosan most mondtad el. És, kell, és hogy tudnom le... kellene szerinted darabra, darabra tudnom kellene, hogy az archeológusok a történelem során hány darab, mekkora volt az a mintavétel, ami alapján... Különben ezt nem reprezentatív a minta, ha már az átlagnál tartunk mi tudósok. Vélhetően, igen. de nem tudjuk. Mert mi az, hogy hány embert kell Hú, én, mondanék, És hogyha mondanék egy forrást, hogy hol olvastam, melyik folyóirat, melyik cikkében, akkor azt mondanád, hogy na de azt tudod, hogy azok a tudósok értek, praktika... akik ugyanabban az oktatási rendszerben tanultak, amiben a biológusok, akik szerint, Csak nem akarod megérteni, a mert tudod, akik hogy úgy a azok lányok. Te tudod, hogy úgy nem, 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 nem. De, 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 figyelj. 10 per 10 szinten demonstrálod ezt a, ezt a, ezt a konteós agyműködést, ami, ami maga ezek csak, nem, a, nem is a, ezek nem csak is a tények ilyen... rosszak, amik belemennek a rendszerbe, hanem maga a rendszer alkalmatlan arra, hogy következtetéseket Ezek csak ilyen szavak, amiket így dobálózóbb bele a semmibe, de visszatérve erre a reprezentatív mintára, mert segíteni akarok azoknak, akik hallgatják ezt. Amit én mondok, az a következő. 6000 évvel ezelőtt mennyi volt az emberiségnek a, a létszáma? Nem is tudjuk. Szóval honnan tudjuk, hogy a minta reprezentatíve Sehonnan. több volt, mint Köszönöm. 120. De ezek, amit mondasz, hogy vélhető, ezek ilyen hit dolgok, érted? Vélhető, szerintem meg véhetően no. nem volt. De nem, hiába, nézd, nem, hiába csinálod, ezt, nem, ez nem. világos, lesz mindenki számára most, hogy nem tudjuk, hogy mennyi volt a létszáma az emberiségnek 6000 évvel ezelőtt, csak találgatunk, magyarán nem tudjuk, hogy a minta reprezentatíve. És, és, és honnan és tudjuk, nem, hogy és, mindjárt... És szerinted, jó, pár... real, szerinted realitása van annak, hogy az a minta, az mondjuk... 50 fő körül volt, hogy Tök ne mindegy, hogy szerintem atti? mi van. Én azt mondom, Szerinted hogy praktikál... a realitása van annak, hogy 6000 évvel ezelőtt mondjuk 50 ember élt a Földön? Amikor azt mondom vélhetően, akkor azt Arisztotel úgy értem, évvel minden, minden, évvel ezelőtt. minden, minden észszerű átgondolás alapján rohadtul valószínű. Csak a, műtlen, a tudomány nem észszerű átgondolás. működik. Mondjuk 50 ember működ. élt volna a Földön Csak a statisztika nem úgy működik. Ezelőtt statisztika nem úgy működik, hogy vélhető, meg szerintem, meg akármi. A statisztika jó, szerintem úgy... ezt most engedjük el. Igen, jó, jobban jársz, de azt akarom mondani még, hogy hogy el mindenki azon, hogy hány darab holttestet kell kiásni 6000 évvel ezelőttről, és azt meg belőni pontosan, hogy az reprezentatív minta legyen, és akkor rá fog jönni, hogy ez egy hülyeség, amiről szó van most, hogy tudjuk, hogy 6000 év menny évvel mennyi, évezőt mennyi volt az átlag életkor. Azt se tudjuk, hogy hány ember élt. De ahhoz képest te rohadt jól tudod. Én nem tudom, de én nem is állítom, hogy tudom. De, de, én azt Te állítom, állítottad, hogy akkor több ideig éltek az emberek? De ez van leírva a Bibliában. Ezt szóval mondtad. én ezt elfogadom. Ez mondtad. Aha, én legalább tudok mire támaszkodni. Mindegy, az, amit mondtál, Péter, az csak Jú. világos. És nézd, az, az, az hiába sóhajt azon szóval a Akármit is csinálsz, már. attól még nem lesz igazod. Szóval csak egyszerűbb, ha megnyugszik mindenki. Ja. Ugye, nem csak, nem csak neked vannak nézőid, tehát majd az én nézőim is. Én is mondhatok ilyeneket, hogy aldös, majd a nézőim tudják. Igen, majd tudják. Nem, én nem úgy mondtam, hogy a nézőim, én azt mondtam, hogy a néző majd eldönti srácok. majd. Én nem azt mondtam, hogy a nézőim, nekem mindegy, hogy ki mit ír, meg írká. Én csak azt akarom mondani, hogy a statisztika nem úgy működik, hogy én a levegőbe beordibálom, hogy 6000 évvel ezelőtt szerintem vélhetően ennyi volt, vagy nem ennyi volt. Az kell egy reprezentatív minta, be kell lőnöm, hogy akit ki. Ezzel egyetértek. Jó, köszönöm igen. akkor. Szóval ennyi. Majd, hogyha megtudod, hogy mennyi volt ez a az a, a, a reprezentatív minta. Hogy akkor a valóság meg. megfigyelőse sem úgy működik, hogy beordibálom a levegőbe, hogy a Szent Könyvem ezt írta. És akkor itt megállhatunk. Abszolút, tőlem én egyetértek, és én köszönöm, hogy, hogy részt vettél ebben a beszélgetésben, még akkor is, hogy egy kicsit a végére elharapozott talán, de hát... Uh, ez meleg lett, a... Igen. Úgyhogy ezen a ponton elbúcsúzom, meg hát mindenkinek köszönöm a figyelmet, és akkor né ellátogathattok még mindig, ha esetleg valaki végig küzdötte ezt a... Pisz, egy, pillanatot, egy kérek. Végig küzdötte ezt a másfél órát. Pétert megtaláljátok a Létkérdések Podcast pont... Eh, bocsánat, YouTube oldalon illetve a saját oldalán, ami Szilvai Péter a, a youtube on És én ezzel a lendülettel elbúcsúzom, és köszönöm Péternek, hogy részt vett ebben. Végül is vitáról volt szó, amit sikerült, azt hiszem, hogy. Ja. Az első, első vitánk, ami tényleg vita. Úgy, és én köszönöm, és sajnálom, én tudom, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy elragadtassam magam, meg belelováljam magam, úgyhogy én elismerem, hogy előfordul ez, ez alkalommal, szóval remélem, hogy nem haragszol. Ö, majd átgondolom, hogy hát a, tudom magam hmm. jobban egy kicsit tűnt össze, hogy a nagyon... jövő... Eh... Nem, nekem a, nekem nehéz volt a igazából a gondolat fonalat követni, mert úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon ugráltunk. De jó ja, figyelj, szerintem megvilágítottunk két gondolkodásmódot, amiből, ahogy mondod, a néző eldönti, hogy melyik neki a szimpatikusabb, vagy melyik gyümölcsözőbb. Lenne. Jó, köszönöm Péter még egyszer, és akkor mindenkinek a legjobbakat hamarosan találkozunk.